Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csap felett habzik a szár, a zuhany alatt vagy a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán. A hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Péntek van, a hét utolsó. Yes! Munkanapja. Most nem dolgozunk le semmit, nincsen semmi, mindenképp ilyen hétvégén, ugye? Azt megoldottuk. Aha. Megoldottuk azok, akik megoldották ezt a múlt héten. Így van, mert a múlt héten kellett ledolgozni, múlt héten volt ugye a szombat munkanap. Akkor dolgoztuk le augusztus 20-át, nem? Nem, 21-ig. Igen, 20-án mindegy, nem is érdekes, hogy is csak az időt akartam húzni vele, amit bedugom a fejhallgatómat. Igazabatlanul jól csináltad. Jól csináltad, igen, ezt a 21-et kellett, ezt a pénteket, mert a 20 az ugye ünnep, igen, de akkor mondhatom, hogy mindenkinek hétvége, senki nem sziszem fel, hogy anyádat van hétvége, anyádat van hétvége, dumáját, köcsög nagy fényből, meg vagyom mellett. Nem, mindig van olyan egyébként. Ma itt vagyunk 5:30, én meg 5:30, én 4:30, én le se feküdtem. Mindig tudsz olyat mondani valakinek, igen, valakinek nem jó. Igen, de ezért ne haragudjatok. Na, a kánikula végnapjai, gyerekek, a kánikula végnapjai, minden nap egy halk imát elmormolok. Hogy hát, ha egyszer. Lassan vége, hétfőn jönne a hidegfront, és már csak 10 fokkal, vagy 10 fokkal lesz hűvösebb. Nem lesz rossz idő, a Szabink alatt sem, a 4 nap alatt, amikor ugye mindenki pihen az egész ország. De a 38-39, ugye 27-28 lesz, úgyhogy... Vasárnaptól mondanak már elsőcskéket. Most nem tudom, hogy nálatok tegnap mi volt. Nálunk úgy 3-4-szer bepróbálkozott már. Egy picit így a rosszabb idő. Így beborult, elkezdett dörögni, aztán esett kb. 6 csepp. Ja nem, 7 rosszul számoltam, bocsánat. És ez nem lett belőle sem, pedig annyira imádkoztam, hogy ne kelljen locsolni. Slagot már összetekertem, eltettem, nem sokára, nem sokára bezáratod az öntözőt, téliesítheted, kifújhatod egy kompresszorra. Jaj, de jó lesz. Mert nem lesz többet szükség rá. Jövő héten már az az idő van, amire szerintem mindenki vár, vagy az az idő lesz. Tudunk majd aludni és egy kicsit fújni, mert azért így, hát én nem vagyok szíves se, idős se, semmi, de azért hát nem. Megérzi az ember. Meg, úgy kellek mindenkit agyonvertek. Meg mondjuk ez ilyen jégkrémfogyasztásban, ugye azért természetesen. Üzérket? Okosan szoktam, hogy hívják, hogy vásárolni, hogy ezeket a kis jégkrémeket, tehát hogy nyilván olyan helyeken veszem meg, ahol ne legyen túl drága. De basszus, de nem tudok úgy lefeküdni, hogy ne ennék meg fél doboz jégkrémet minden lefekvés előtt mostanában, és most már kezd egy picit így ízélni, így menek. Benyomsz fél doboz jégkrémet? Hát az hűt, belső hűtés. Én nem bolckodom. És a másik felét azt, hogy átöleled a alvásra? Ne, a másik felét azt meg egy fél óra múlva. Igen. És egy ilyen csokival leöntött csoki darabkás, trüffeles, csokiban bemártott, forgatott, trüffelkrémmel átitatott, kb. Trüffeles, trüffelt. Csak extra haladóknak, extra cukortartalommal, extra csokoládéval. Kb. Ez, mondjuk a tükörben, hál' Istennek ez nem látszik rajtam, de... Jó, hát lemozgod. Hát igen. Meg na, és engem cseszegettek, hogy mikor eszem. Hát mikor ő bevisz egy cukorhegyet lefekvés előtt. Igen. Én nem tudom, nem... De aztán te lesportolod. Hát igen. Hát jó az, persze. Persze. Csak jó kettőnk között ez a különbség. Te tudom, hogy gyönyörű vagy. Ez is fölemeltem. Föl is megmutatja. De az a baj, hogy ez csak téged zavar, hogy én hogy nézek ki. Nem, engem nem zavar, hiszen te mondtad most, hogy... Kettőnk között ez a különbség. Azt mondtam, hogy lesportolod. Persze, nem, még nagyon sok különbség van kettőnk között. Ez az egyik. Nyomjátok. És most a senket. Gyerekek, ez egy ilyen papperes vita, nyomjátok, én ebbe kiszámolom. Ez egy ilyen öreg kumit, nem aránya. Ez Véresport 3. Nem vitatkoztunk. Hát most ezzel nem tudok vitatkozni. A kockahassal nem lehet vitatkozni. Jani fölállt, főhúzta a pólóját, és megmutatta, hogy milyen kockahassa van. Gyönyörű. Gyönyörű, szép. Te most kocka az irigy vagy? Nem, ő nem. Te se vagy az. Ő nem, ugye? Ő nem szállt be a vitába. Ő meg nem papper. Nekünk kell küzdenünk egymással felé, nekünk kell harcolni. Mi vagyunk a taták, csak a fonott kalácsot nyerek minden reggel, úgyhogy valamelyik nap fonott kalács van, alsan van, úgyhogy... Én ezeket imádom, figyelj, a valamelyik nap is láttam, tegnap vagy tegnap előtt láttam egy 80 éves bácsi Masters súlyemelő versenyen, oda ment, azt 58 kilót úgy fellökte a feje fölé, hogy aztán nem mutatták, hogy később mi történt hátul a takarásban, a melegítő helységben, de én imádom ezt, amikor látom, hogy 90 éves testépítő bácsi. Hem, zseniális. Tök jók. Ezek olyan jó kis célok az életben. 90 nem? éves a bácsi. 90 éves a bácsi, azt el ott tolja. Az komoly. Mikor kezdte? Mondták, hogy ne mosolyogjon, hanem rakja belőtt a fogait.
mert hogy a színpadi pozuláshoz is hozzátartozik, hogy, hogy ilyen pozitív életérzés sugasz magad körül, és akkor mondták, hogy mosolygás, ez már ne. De a első biceps poz, ez nagyon jó. Mi arra már nincs keret, hogy vegyen egy ízét? Hát ezek szerint nincs, de olyan édesek, én imádom. Nem volt foga a bácsinak annyira? Hát nem sok. 90 évesen, hát gyerekek, ott már az elhagysz egyet-kettőt. Nincsen, az már leadod. Hullanak, mint a forgalmival a fogok egy részét. A legyek, igen. Ha még egyszer meg kell hallgatnom valamelyik hírekben, hogy igyak sok folyadékot, és te tartott vagy a árnyékban, gyerekek, hogy ez komolyan tényleg. Ugye, hogy ki ennyire bölcs? Szóval, hogy vagy nem mondjanak semmit, vagy de ezt most már tényleg nem mondják el, mert 3 hónapja mindenki ezt mondja, hogy igyunk bőséges folyadékot, és ne tartózkodjunk a tűzőnapon. Hát ember, hát ha melegem van, és nem kell a tűzőnapon tartózkodnom, mert nem ott dolgozom, akkor én bemegyek a tűzőnapról. Hát én nem állok ki a tűzőnapra. Ha szomjas vagyok, iszom 4 litert, nyilván nem. De ezek a baromi bölcs tanácsok, mindenki nyilatkozik innen, onnan, ántész, ez, az, itt, katasztrófa. Vagy legalább tegyék hozzá, hogy... Igyunk sok folyadékot, ne tartózkodjunk a napot. Kedves ha önök hülyék, akkor hát, ne igyanak sok folyadékot, mindenképpen maradjanak kint a tűző napon, és nyeljék be az összes UV-sugárzás, ami a földön létezik, ha önök hülyék. De ebben az országban szerintem nem hülyék. És ha melegük van, menjenek napra. Hát persze, hogy árnyékba megyek, ha melegem van, nem? Vagy persze, hogy nem megyek napra. És nem tudnak szomjas vagyok, iszom. Igen, de nem tudnak semmi bölcset mondani, hogy lehet elkerülni a kánikulát, és mindig ez van. Tehát ígyunk sok folyadékot, és lehetőleg ne tartózkodjunk napon. Hát nyilván, aki napon tartózkodik, nem azért tartózkodik napon, mert nincs jobb dolga. Nem? Vagy mert egyébként szeret, hanem azért, mert ott dolgozik, vagy nem tud bemenni. Hát, aki szeret napozni, ez kimegy egy fél órát, az visszamegy a tárnyékba. És jó. Minden csatornán, rádió, hírekben egy 3 hónapja ez megy. Ígyunk sok folyadékot, és ne tartózkodjunk tűző napon. Hát persze, hogy nem tartózkodunk. Szerintem is életem. Így van. És ne fogyasszunk például, mit tudom én, forró darajsága, húsleves, mert annak is megvan a maga idénye. De ha valaki szereti, persze, fogyasszon. És lehet, ne fogadja idegentől édességet. Igen. Ja, és idegentől sem fogadja édességet. Ne fogadja idegentől édességet. Főleg nem a csalitosban. Bizonyám. Nem vagyunk a barátod, vagy hogy volt ez a dal? Ne fogadj el idegentől édességet, nem vagyunk a barátod. Ez nincsen? Nem vagyunk a barátod. Nem volt? Valami ilyesmi. Nincs meg? Ne fogadj el idegentől édességet. Ez egy ilyen propaganda dal volt, ez hogy ne menjél el idegennel sétálni. Gyerekek énekelték. Nem emlékeztek erre? Meghallgatnám most már. Na figyelj, megmutatom neked. Ne fogadj el idegentől édességet. Nincs. De a dallama is biztos ez volt? Nem. Nem vagyunk a barátod. Az egy jó mondat, nekem tetszik. Ne fogadj el idegentől édességet. Nem vagyunk a barátod. Azt hiszem ez az. Hallgass meg, figyelj. Figyelj. Jó a felvétel. Aha, jó. Hallod? Hallani? Aha, max egyelőre. Figyelj. Nagyon nehezen, behetetlen. Figyelj. Figyelj, várj. Itt van. Emlékeztek erre? Hogy mehetett ez mellettem? Nincs meg? Nincs. Senkinek nem. Figyelj. És? Ja, mi vagyunk a barátaid. Nincs meg, ne fogadj el idegesztetni. Mi ez? Nem tudom, ezeket mind beállnak. Soha nem hallottam. De zenekar neve? Vagy nincs neki? Baby Lady. Ne fogadj el idegentől édességet. Mi vagyunk a barátaid. Ez mi? Hogy mehetettel eddig mellettem a Baby Lady? Hol voltál te eddig? Baby Lady. És mennyi idősek egyébként itt szemre? Hát csak mondom, hogy ezt 71 ezeren megnézték. Tehát tényleg? Igen. Na, jó van. Hát azért még vannak fehér foltok, úgy érzem. Szemre ilyen 13 évesek. Tehát, hogy abszolút. Az a kor, amikor fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ne fogadj el idegentől. Én nem tudom ezekre, hogy emlékszem, vagy nekem ez hogy maradt jó. Meg. De akkor sem, hogyha életemben először találkozok azzal a vattacukoráros bácsival, akitől anyu vesz nekem valamit, hisz ő is idegen. Hát ez a anyu senkitől. Fogadj el idegentől, édességet. Mi vagyunk a barátok. Hogy?
Ugye? Már beépült. Ki van ezt találva? Az elsősorban fogom énekelni a következő Baby Lady koncerten. Bár szerint, ahogy így a felvételnek a minőségét hallottok, ők már valószínűleg már 40-es milfe. Mert remélem, hogy ez mindenkinek beégett most. Hát ez két. És ezt fogjátok tudni, és nem tudjátok. Na, hát azóta egy gyenge 15 év azért csak eltelt. Nem tudjátok kiverni a fejetekből, és egészen ez egy nyomorúságos dallam lesz, mert a fejetekből, hogy ne fogadj el idegentől édességet. Hát figyelj, akkor már 30 felé vannak. Bizony. Most már biztos elfogadják. Most már azért kerül ez az osztály. No, megmutatjuk gyorsan, hogy mivel foglalkoztunk tegnap reggel. Jó sok témánk volt, jó témáink voltak, viszont ebből kiválasztottunk egyet, méghozzá azt, amikor ugye hát beszéltünk arról, hogy boldogot nyugdíjazták. Elgény. És igen. Hát ez, azt gondolom, hogy minden sajtóorgánom keze benne volt egy kicsit, mert mindenki hőbörgött, mi is. Kálmán Olga is beszélt egy Árfás Tamással, és sok műsorkészítő foglalkozott a témával, hogy egy torszülött jött létre a magyar úszó világbajnokság kabala figurájaként, és arról beszélgettünk, hogy ha már nyugdíjazták ugye boldogot, vagy pillanatokon belül nyugdíjazzák, akkor milyen új ötletekkel állhatnánk elő az úszó szövetségnek, és ki lehetne az, aki érdemes lehetne arra, hogy az úszó szövetség kabala figurája legyen, vagy a világbajnokság kabala figurája legyen. Próbáltunk tippeket adni az úszó szövetségnek, hogy mi történjen, és mi legyen boldog helyett. Hát vagy legalább az utat kijelölni, hogy merre induljanak. Hogy merre induljanak. Uh-huh. Merre induljanak. Például az, hogy legyen mondjuk aranyos, legyen szimpatikus, legyen köze az úszáshoz, néhány ilyen praktikusnak tűnő. Igen. Igen, úgyhogy ezt próbáltuk megvitatni tegnap, és ezeket most újra megmutatjuk. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3 perc múlva, pontosan 9:50. Fél tíz, hát az már nem. Szevasztok, jó, hagyjuk az ábrándokat, az álmokat. Az még nem, az még nem. Viszont 7:30 mindenféleképpen, úgyhogy lehet jelentkezni lassan játékra. Hogy állunk? 3-1-re a hallgatók megnyerték a hetet, odaadtuk nekik Ajcsiba. Elbuktuk a hetet, ez azt jelenti? Nem, odaadtuk. Odaadtuk? Persze nem elbuktuk, hát ez szerintem. Ne keseredjenek el nagyon? Nem. Tegnap volt ugye a legendás játékod. Ugye? Igen, az 5 másodperces. Az tegnap volt? Aha, tegnap. Akarsz kérdezni? Igen. Igen. Az egy sikeres játék volt. Az egy sikeres játék volt. Na, azt nézem, hogy van-e valami friss és ami közlekedés. M7-es Pákozdi pihenőnél kamera Budapest felé, Laci küldte nekünk. Köszönjük szépen a tegnapi témához, a hajdunak hátra kellene kötni a sarkát. Jött ez is SMS-ben. Igen. Ugye hát 9 óra után foglalkoztunk a bálintoncsi sarkakat a harccal, és mind a két lány itt volt adásban. Egy izgalmas kis beszélgetés hatalmas volt. Hatalmas cica box volt. Így van. 85-ös úton Konyhán műszaki hívás, teherautó, torlódás van, valamint az M0-ás beállt, és 3-as baleset volt hajnalban, kilométeres a sor az M5-ös lehajtó előtt a gyáli szakaszon. Ezt is SMS-ben kaptuk. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy srácok, elaludtam. Bali, miért nem fújtad meg a légkürtöt? Direkt bekapcsolva volt a rádió. Milyen légkürtöt szoktam én megfújni? A légkürtünk elalvásában? Ezt nem teljesen értem. Mit szoktam én meg? Megfújom, de mi szoktam valami effektet nyomni? Nem szoktam. Nem tudom. Te a trioládat szoktad megfújni. De mostanában ritkán. Én picit hiányolom is. Hát én nem tudom, hogy hol van az a triola. Ben van a szekrényben. Igen? Nálunk, bent, az egyik fiókban. El van. Aztán leállítva végleg itt hagyta nekünk. Na, először el akarta vinni, aztán jeleztük neki, hogy nem, mert hogy nagyon a szívedhez, illetve a szádhoz nőtt, és akkor itt hagyta. És azóta nem is jött érte. Így van. Ami nem baj, az a baj, hogy te nem gyakorolsz. Igen, ritkán, pedig már nagyon közel van a havasi koncert. Tehát, hogy érted azért a nagy színpadról. Hát. Vagy a havasi koncert. A havasi koncert, tehát érted, special guestként ott leszel. Igen. Azt nézem, hogy mi van még. 10-es út, Üröm Budapest, 0 forgalom. Azt fotózzátok le. Ez szeptemberben, már nem így lesz. Szeptemberben jön az iskola. Kezdődik az iskola, becsengetnek. Így van, megszólal az a fránya csengő, Mikor kezdődik a suli? Elsőjén, hát, ez kedd. Igen. Te ezt érted? Mikor de hogy kezdődik kedd a suliá? Hát amit a 5-én, 1-én, 3-án. 18-án, amikor? Nem, ez a szeptember egyes, szerintem már beégett. Persze, és a vasárnapra esik, akkor mi van? Aha. Azért ez mindig változó. Most ez is olyan hülyeség, de miért nem? Kedden kezdődik? Hogy a hétfő még szabad, és aztán kedden kezdődik. Majd az történik évvégén, mint idén, emlékezzetek vissza, hogy Anna mesélte, hogy pénteken vége volt az iskolának, de gyere még be hétfőn, még volt egy kicsi tanítás, és aztán évzáró, hétfőn délután 5-kor. Minek? Akkor kezdjük el hétfőn az iskolát, és legyen vége pénteken. Szerintem tök fölösleges. Ez még nem érint. Majd jövőre fog. Majd. Még egy év. Majd.
Még egy év. Én már tegnap íróasztalt raktam össze, mindenféle könyveket szereztünk. A taláriban? A lendőztetőnök? Elektromos csavarhúzóval. Tudom segíteni, bébi. Ezt mondtam, és mondták, hogy se nem. Se baj, jövünk. Igen. Otthon. Otthonra kellett egy. De jó. Ez az első íróasztala? Igen. És az utolsó is. Úgyhogy ja. Ez van. Tehát beosztani kicsim. Behoztani, nem kopik, vigyázni, nem, hogy újra festjük. Jó az. Fizetett csomagolása meg volt már? Még nem, még csak beszereztük őket. Jó, vegy egy hajfestéket is mellé. Mert a maradék. Az a pár fekete szal, ami van. Azok is el fognak tűnni belőle, abban bele lehet pusztulni. Ha majd meglátjuk. Kiskézműves szakkör, persze. Az nekem minden este van kiskézműves szakkör, azt ismerem. Hát csak nálam nincs ott a gyerek. De kiskézműves szakkör, az úgy alszom el. Mindig megnyugtatom saját magam. Az nálam stresszoldó, a kiskézműves szakkör. Anélkül már nem is tudok elaludni. Na, fél hét múlt, pontosan egy perccel jelentkezzetek játékra, ha szeretnétek bennünket agyonverni. Jó, erre minden esély megvan, mert a hetet is buktuk. Aki játszana velünk, írjon SMS-t, mi pedig jövünk a hírek után. 10 perc múlva pontosan, 7 óra, jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Kálai Sanders után. A bendel együtt. Ez már a bendel együtt. Ez már a bendes. Bandi és a csapat. Bandi és a band. Bandi band. Bandi. És a band. Bandi és a band. Igen, ez volt. Na. Hát akkor álljunk neki a hét utolsó játékának, én azt mondom. Ám legyen. Nézzük meg, hogy ki az elszánt hallgató, aki szeretne velünk játszani, és aki már itt is van. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, szavasztok! Szia! Hello, hello, hello. Na, azt mondja, hogy Imi? Hello, Imi. Igen. Imikém, több lendületet, több vitamin, több alvás, több kávé. Azt írtad nekünk, hogy fekete vérigen nem szevasztok, Bogár Kályi, mi van veletek, semmi, hívjátok, játszunk, ha mertek, kis pisisek. Így szólt az esemény. Kicsit megcáfolod a hangoddal, igen, ezt a lendületet. Igen. Azt mondod, igen? Igen. Ezt képest jó, látjuk. Tegnap napközben írtad? Amikor a csúcsponton. Ez már egy elmentett SMS a telefonon. Na azért, mi is azt gondoljuk most. Ez mindig jön. Imikém, hol hallgatsz minket, honnan telefonáltál? Budapesten vagyok jelenleg. Budapesten mit csinálsz? Sofőr vagyok, gyógyszerszállító. Gyógyszerszállító. Sofőr is hallgat bennünket. Jó van, Imi, kivel szeretnél játszani? Jani zárja el. Köszönöm szépen. Jó, hát akkor legyen. Legyen így. Jó, indítjuk az órát, mehetünk? Persze. 3-2-1, tessék. Imi, szeretnél kérdezni? Esetleg? Szeretnék, igen. Akkor pácsol itt a vége, köszönjük, szeretnék, igen. Arcoskodunk, aztán gyorsan. Jó vagy. Gyorsan kimondjuk az igent. Ennél rövidebben csak én tudtam tegnap kimondani. Szeretnék igen, kérdezni? Te. Igen. Előfordul. Igen. Imikém, óriási játék volt. Köszönöm. Szerintem törölt ki a mentett SMS-t. Igen, lesz, hogy írok egy másik. Ír egy másik. Én mondjuk nem mondhatok semmit a tegnapi napom után, tehát nem kezdhetek el nagyon arcoskodni, mert azért tegnap még ennél is durvábban és gyorsabban mondtam igent, de hát te se vagy erős. Szóval, hogy... Ez egy ilyen nap volt, igen. Köszi a játékot, ciao. Szia, szép napot. Hatalmas játék. Hogy lett valaki ennyire most... kemény? Hogy lett gyilkos? Hogy lehet a reggel 7 előtt 5 perccel egy ilyen bitangálat? Aljas módon hátra melbedöftem. Hogy így ennyire ekkora lendülettel, ha szeretnék kérdezni kérdések, kinyírni valakit. Fúj, de komolyan. 3-2-re szépített a János. Ez egy szép szépítés, de kevesek vagyunk. Kevesek vagyunk. Megpróbáltam egára hozni, de... Ugye. 2 pontot még te se tudsz egy játékkal szerezni. Ez aljas dolog lett volna, azt mondjuk, hogy a mai kettőt ér. Igen, mai kettőt ér. Nekik van veszélyvalójuk, nekünk nincs, maximum egyelőre. Egyelőre hoztuk volna. Csepelen a béketéren koccanásos baleset, Bill a festő küldte nekünk. M30-es Miskolc felé 8-as, 9-es kilométernél 2 kutya az árokban. Úgyhogy ott is menjetek lassan. Aztán Emőd és Tiszaújvárosi lehajtó között egy őszike van az útpálya szélén, meg 2 kutya marcangolja az őzet. Mondtok, az már gondolom nem él. Egészen. Ugye? Jó. Hát ez a festékes küldte nekünk. Vagy egészen különleges perverziója van. Szereti, ha csípkedik. Ha megcsípkedik, igen.
Na mindegy, ez van. Némiképpen ilyen közlekedési információ, ezt tegnap beszéltem, hogy a Bozár Attiláról, a nagyszerű sportemberről, egykori ultramaratonistáról, aki körbe kerekezi jelenleg egy kalitatív célból az egész országot, hogy ő jelenleg azt mondja, hogy a Bonyhád Bátaszék Baja Csávói Móra Alomszeged Békés Csaba vonalon halad. Most jó, már két napja teker folyamatosan az úriember, egy picit kezd már fáradni, a hátizsákján van egy ilyen fényvisszaverő kis mellénke, és arra kéri az arra haladó kamionosokat, hogy akik látják, így, hogy legyenek rá olyan értelemben tekintettel, hogy igen, kormány. Hogy egy picit figyeljenek. Hát mondjuk igen, hogy léci ne üssétek el. Igen, nem? Léci ne üssétek el a Bozár Attilát. Igen, tehát léci vigyázzatok rá. Várja a család. De nincs egy kísérő autó legalább mögötte? Hát nincs. Oh. Ez az a japán motoros, akinek itt lopták el a bringáját, a motorját, a kazak biciklis, aki tekert már 70 ezer kilométer, de itt lopták el a bringáját. És most az lesz, hogy a beteg kisfiúért körbe tekerem az országot, és közben valami történik. Igen, vigyázzatok rá, hogy ne törvetőségesen. Igen, aranyosan ezt írta, fáradok nagyon, és nem érzékelem a külső hatásokat. Köszi. Attila, tehát a külső hatás ebből az esetben majd kamion. Bizony, úgyhogy vigyázzunk rá. Na, hello srácok, mi lett Toncsi hang analizálásának az eredménye? Ezt Mike küldte nekünk. Ez egy szoftver, és ez egy létező szoftver, tehát nem kamusztunk. Ezt mi be tudjuk szerezni, pontosabban itt a rádióban valaki, és utána fogjuk berakni ebbe a szoftverbe a hangfelvételt, és nézzük meg, hogy ő mit mond. Tehát ez egy létező szoftver állítólag, és ezt lehet használni, sőt, mint be is lehet szerezni, úgyhogy megtesszük, beszerezzük, és mondjuk az eredményt. Olyan precíz, hogy még a véralkohol szintet is megmondja a felvétel alapján. Így van. Úgyhogy csípolás lesz. Erre még mindenféleképpen visszatérünk. Na, Ákos újra elmondja a híreket, mi pedig jövünk aztán a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7:08, egy Lady Gaga után itt is vagyunk. Alejandrónk itt volt velünk, Lady Gaga. Mi van Gagával? Mostanában nem csinál slágereket, vagy nem hallom, hogy... Színésznő lett kérdez. Ne csinál, tényleg játszik valami jó filmem? Nem, szerintem színház, de csak így ennyit láttam, a mai bulvár egyik kében volt erről szó, hogy most nem nagyon zenél, illetve nyilván elvállalja a koncertakni felkérést, valamivel meg kell élni, de hogy színésznő lett, és akkor ő most azt csinálgatja. Egy kicsit. Az menő. Az jó. Ha váltani tud az ember, az mindig jó. Az menő. Aztán, hogy lesz-e még sláger, meg jön-e a Szigetre, nagy színpadra, majd egyszer, az kiderül. Miért, volt már a Szigeten? Nem, szerintem nem. Ja. Nem volt. Még nem volt, mondtam, nem. Hogy jöjjön. Ja, hogy jöjjön. Jó, azt hiszem, hogy volt, mert az arénában volt már Gaga koncertot. Csápoltam én is. Az első sorban. Nem mentem le, de ülve szépen kényelmesen. Én csináltam belőled sztárt Magyarországon. Én adtam a dalaidat, adják egy pénzt azonnal. Nem csápoltunk, bár nem táncoltunk, mert nem mentünk le, csak én papásra üldögéltünk, de nagy bulit csinált egyébként, jó volt. Közben összekapcsolódott, azt hiszem, az MTV Music Awards-al, mert akkor volt élőben a díjátadó, és akkor ő bejelentkezett innen pont tőlünk, hogy ő Budapesten van, mert nyert valamilyen díjat. És akkor két dal között megcsinálták a kapcsolást. A Lisszabonban, már nem tudom, hol volt a nagy MTV gála, és kapcsolták Budapestet. És akkor olyan, hogy milyen kapcsolnak, és akkor beszélgetett a műsorvezetőkkel pont a koncert alatt. Ha ez az a koncert volt. Aha. Nem tudom, hát hogy keverek megint valamivel. Én már annyi mindent keverek, annyi minden nem. Aha. De úgy emlékszem, hogy a Gagánál volt ez a MTV-s összekapcsolódás. Na, azt nézem, hogy milyen híreink vannak. Hali, az M3-as terelés is kettősávos, miért nem használja a magyar a belső sávot? Szállító kérdezi ezt tőlük. Vámosok a 4-es úton Szolnoknál, a kontrollparkolóban mindkét irányban. Ma lát a men üzeni, úgyhogy ott is vigyázzatok, nehogy baj legyen. Csepelen a béketéren koccanásos baleset, Bill a festő küldte nekünk. Aztán hányan bántják szegény Zimán Indát, tehát komolyan mondom, mindenki róla ír vicceket, meg kedves vagy. Nyírbátorban a Császári úton, a mézüzem előtt sebességmérés van folyamatban. Üdv Roland! Mert irigyek a boldogságára. Bizony. Azért. Irigyek a boldogságára? Így van. Igen? Biztos, hogy ez van mögötte. Hogy a magyar ember irigy, és azért nem is igen. Örül az ő boldogságuknak? Igen. Nem értik meg az igaz szerelem erejét. Azok irigykednek, akik egyedül vannak, akik unják már a párjukat. Érted? És akkor látják a fellángoló szerelmet, a mindent elsöprő cunamit. Pontosan így van. Mert ők nem mernek mindent félredobni. Így sikert, van, és beleugrani. Pénzt, karriert, és beleugrani a semmibe. Így van. A szerelembe. Ez lesz, a baj, ami lesz be. Látod? Ilyenek.
Ez a baj. Linda vállalta, mindent eldobott magától, érted? Így van. Csak a bizonytalamba azért beleugrott. Hogy a kedvese karjaiban leessen. A kedvese, ez azért van, most a szó legszorosabb értelmében. Ketten a világ ellen. A szó legszorosabb értelmében. És ez már háború. Igen, igen. Mondjuk tényleg egyébként a kedves Feri az kicsit keveri a sugárbőröt a Pokémonnal, nem? Hogy gyűjteni kell őket, nem? Tehát, igen. Tényleg, az azt gondolod, hogy ez az új ötlet, hogy Feri, nem Pokémon, nem kell gyűjteni, nem kell gyűjteni. Pedig azzal lehet, hogy jobban járna, az olcsóbb. Hát, ha van rá költség, hát most mit zavar az bennünket? Venni kell ja. egy cuki felsőt a WC-re H&M-ben. Így van. 1500-ért. A H&M-ben. A H&M-ben. 1500-ért. Ja. Nem is feltételezzük, hogy igaz lehet ez a szerelem, mert annyian bántják őket, most már meg kell védeni tényleg. Hát most nem lehet, hogy ők tényleg szeretik egymást? Hogy ez kizárt? Nem, pont azt mondjuk, hogy szerintünk ez az. Mert egyébként ők ugye már jártak együtt. Voltak már valamikor együtt, igen. Voltak együtt, és akkor volt egy nagyobb kör mindkettőjük életében, hát szétnéztek. Hát ezt már annyiszor taglaltuk, hogy most egy festőmázolóval nem tud összejönni az imány, de lakatossal. Mert nem abban a közegben mozog. Igen, tehát mindenki onnan választ, ahol mozog. Tehát te is a televíziós piacról választottál egy szerkesztőt, én a rádiós piacról egy háttérembert. Én mondjuk majdnem összejöttem egy kőműves sráccal. Volt egy pici tehát, hogy nem választhat egy olyan szakmát, amivel ő nem találkozik. És akkor ugye a kedves Feri is ugyanígy, tehát azért a teljes kollekciót fölpróbálta, ahogy tegnap mondtad, és én nagyon sírtam ezzel a mondaton, mert hát azokkal találkozik. Hát ebben nincs semmi, és az bizonyítja az igaz szerelmet, hogy újra összejöttek. De elsőre megpróbálták, nem ment, és akkor újra adtak maguknak egy kis időt, mindenki kipróbált mindent, amit lehetett. De valójában rájöttek, és ami legális. Hogy a másikat keresték mindenkiben. Igen. Na, rossz indulatok az emberek, tényleg, komolyan mondom. Hát miért? Igazad van, hát miért ne lehetne? Miért ne lehetne, hogy ők tényleg kedvelik egymást, nem? Újra össze, és akkor most már boldogság. Gyerekek, közös. Mi van a dzsudzsáknak ezzel a csapat választásával? Most mi ez hát, a török vonal? Tessék? Mi a nevük? Burzaspor. Azt a mindegy, az húzó csapat. Kicsit olyan, mintha pénz számítana, vagy nekem legalábbis laikusként úgy tűnik, de nem írt alá törökökhöz, csak hát ott volt. Hát fél évig nem? Van élő szerződése. Ő azt mondta, de már erős egy azt mondta, hogy ha hívják, akkor miért ne menjen, miért ne nézzen körül? De és aztán elment. Körülnézett, megnézte a stadiont, sportkomplexumot, a törökök körbe rajongták. Jól emlékszem, hogy amikor ő az Anji Mahalacska, amikor oda ment, akkor ugyanezt kapta szegény, hogy ott is a pénzt választotta. Uh-huh. Hogy neki akkor volt más választása? Lehetett volna menni? Lehetett volna. Igen, lehetett volna persze, menni? Persze. Ja. És akkor, mert hogy most is ugyanezt veszik elő, hogy nyilván a lóvéért választja a törököket, hogy lehet, hogy kevesebb pénzére elmehetne a német bajnokság. Persze, hát igen, a Hertába kevesebb pénzért elmehetne. Aha. Csak hát ő nem kevesebb pénzért akart elmenni, hanem egy picit többért. Többé. És ha megkapja, akkor... És hát a Hertha mondjuk nem azok közé, a német csapatok közé tartozik, ugye a Bundesligában, ahol azért minden fenékig tejföl lenne, és hát ők meg nem akartak annyit fizetni. De még fél éve van egyébként. Fél éve van a Dinamónak arra, hogy pénzt kapjon érte, és mert fél év múlva ugye már szabadon igazolható lesz, de neki sem mindegy, hogy addig kispadozik, vagy pedig játszik. És ha ez lejár, ez a fél év, akkor ott mi történik? Jó, lejár, akkor egy szabad ember is kész. Van, ja, és akkor a Dinamo már nem kap lóvét. Csak a Dinamo nem lesz a pénzénél. Hát akkor én nagyon el akarnám adni, ha lenne egy ilyen játékos. Most ültetik, nem? Most nem játszatják. Tehát most már ő jelezte, hogy menne, és akkor viszont most így kispadra tették. Igen, csak nem is neki, hogy most fél éven keresztül kispadozik-e. Na jó, de hát akkor a Dinamo is hülye, már elnézés, de hogyha nem játszatja, akkor nem fogják megvenni. Hát ki akar egy olyan focistát venni, aki ül a kispadon? Én nem tudom, ez hogy megy, hát nem biztos, hogy attól függ. A képességekkel azért a külföldi csapatok tisztában vannak, persze. Az, hogy nem játszatják, az már egy ilyen... Megy ilyen, nem tudom, egy kis fricska. Hát tudom, másról vetik, hogy ő el akar, meg el is fog menni. Csak még egyelőre nem dölt el, hogy hova. Hogy hova is, hogy mennyiért. Figyelj, török foci csapat, nem lehet az rossz. Nem, hát egy burzasztó jó választás. Burzasztó. Na, egy érdekes, aranyos csak ritkán fizetnek, és bocsánat, ezt elfelejtettem hozzátenni, hogy azért van egy-két magyar játékos is, aki már csúnyán megígérte magát török csapattal. Tehát, hogy ott beígérnek fűtfát, bokrot, ízét, milliókat, és aztán előfordul, hogy elfelejtik átutalni. De ha nem jön a pénz hónapokig, és csak vársz, és egy utána azért nem mész el, hogy megkapd. Igen, és azért vársz szabadon igazolhatom, mert megígézel a klubba, hogy jó, akkor ne fizessetek ide, akkor hagyd menjek el. Jó.
Ők játszatnak, nem fizetnek ki, 3-4 hónapig játszol. Simán van ilyen. Tényleg? Simán, igen, magyar játékossal is megcsinálták. Már ezt hát, Balázsról biztos nem fogják megcsinálni. Na hát talán neki jobb a menedzser, a jobb szerződést tud aláírni. Na mindegy, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Csak a Csucsák az, akit úgy egyszer az ember vár, hogy odaérjen egy jobb csapatba. Nem? Ez a Törökország, orosz vonal, nem rossz ez, csak úgy benne úgy valahogy több van, vagy több volt. Vagy azt gondolná az ember, vagy én legalábbis azt gondoltam, hogy tényleg egyszer egy német bajnokságba játszhat esetleg, eljuthat, vagy ne adj Isten mondjuk tényleg az olasz bajnokságban, esetleg valamelyik csapat rátalál. Most ez a török vonal, hát ez így elég furának. Furán. Ebben több lenne benne. Igen, igen. Szerintem több van benne. Aztán kérdés, hogy mi számít. Lehet, hogy nem kellett volna eljönni a holland bajnokságból, mert ott viszont iszonyatosan jó volt. De amikor a PSV-be játszott, én napi szinten mindenre odafigyeltem, minden rezdülés, ami vele kapcsolatos volt, mert ontott a gólpasszokat, ontott a gólokat, hihetetlen jó volt. Tehát annak is köszönhette egyébként, hogy felfigyeltek rá. Na, egy aranyos hírt találtunk, és szerintem érdemes róla beszélni, mert furcsa dolgok történnek egy állatkertben méghozzá. Pontosabban a Miskolci Vadasparknak a Tropucsi házában, ugyanis kiírták, hogy jó lenne, ha odafigyelnének a látogatók arra, hogy az állatok közelségében ne használjanak ronda szavakat, ugyanis az állatok érzékenyek arra, ha ronda szavakat mondanak. Itt ugye pókokról van szó, meg kígyókról van szó, és jó lenne, mondják a látogatóknak, hogy írják ki, hogy az állatok egyedisége iránti tisztelettel a csúnya, a ronda és az undorító szavak helyett használjanak mást a kedves látogatók, mert hogy lelkük van az állatoknak, és ezt megérzik. Mert a múltkor is elsírta magát a maki. A maki aranyos állat, azt szerintem, de hogy a boa, vagy a madárpók rosszul lesz. A madárpók rosszul lesz. Nézd azt a ronda szőrös lábú dögöt, igen. Ezt mondja az anyuka, és akkor öngyilkos lesz a madárpók. Igen, a csúnya, a ronda és az undorító és hasonló szavak helyett a furcsa, érdekes, egyedi, különleges szóhasználatot kérik a Miskolci Vadasparkban, mert hogy próbáljuk elfogadni az élővilág sokféleségét. Aha, nem lehet, hogy valójában itt a gondozókat zavarja? Hogy a kedvenceiket így lerondázzák. Verbálisan molesztálják a gyerekek? Na de miért szép egyébként egy madárpók? Hát nem nagyon szép. Hát a gondozójának biztos. Annak de. Igen. Vagy ha mit tudom, én látszott benne tényleg egy nem tudom milyen kígyót, vagy valami hüllőt, hát azért az nem túl szép, nem? És kiírták, hogy az állatok erre érzékenyek. És hogy vigyázzunk. Ne bántsuk az állatokat. Ráadásul ez egy üveg mellett van mögött annak, és ráadásul nem tök süketek. De érti azt egy kígyó, ugye? Hát de. A füle a kígyónak. Nincs, de szájról olvas. Tehát jön a kígyó, én besétálok a Vadasparkba, és azt mondom, hogy fúj, de ronda. És anyád, de ronda. Hát a ronda. De rohadt ronda vagy. És még az, hogy föltartja a középső ujját. Hát, hogy nézel ki, de ronda vagy. És erre a kígyó depressziós lesz, és aznap nem eszik? Igen. Mert leolvasta az én számról, hogy azt mondtam, hogy de ronda vagy? Ha rögtön vedleni kezd. Az élmény hatására. Leteszi a haját. Ez nem is értem. Én értem, hogy az állatok lelki világára ennyire oda kell figyelni. Meg ez fontos is, hogy az ember oda figyeljen. Na de hát azért az, hogy nem mondhassam egy kígyóra, hogy ronda vagy. De figyelj, azt szoktam mondani, hogy ha például a növényeket becézed, meg simogatod, meg dédelgeted, meg úgy beszélsz ezek, meg olyan zenét játszol nekik, azt a növények meghálálják, tehát látszik rajtuk, hogy sokkal jobban, sokkal szebben fejlődnek. De most, hogy ha egy növény igaz ez, akkor éppenséggel igaz lehet egy lábatlan gyíknál is, vagy egy rákosi viperánál. De a növény, ha érti, ő a hangsúlyt érzi, nem a kedvességet, de azt nem érti, tehát ha te csúnya szavakat mondanál egy növénynek kedvesen, szerintem akkor is ugyanúgy nőne. Nem? Hát igen. Állítólag értik a ronda szavakat, a szép szavakat a növények. Ha onnan beszélsz hozzá, akkor lehet, hogy megijed, és fél, és elbújik. Mire bemész a szobába, már nincs ott. Megijed. Arrébb megy a fikus? Szégyelős lesz, és bemész a szobába, és már nincs. Érted, azt mondod, hogy egy köcsök Dáli, azt elhervad. Igen. Nem, hát volt ilyen kísérlet, hogy az egyik növényhez beszéltek, simogatták, becézgették, a másikkal nem csátták semmit, és az, akihez becéztek, vagy akit becéztek és beszéltek hozzá, az szebben nőtt, és több termést hozott. Na jó, értem, de hogyha valószínűleg a csúnya szavakat mondasz neki, de jó, szép hangsúlyjal, ugyanúgy fog nőni. Tehát, hogy a tartalmát nem érti a növény, ő a kedvességet. Ja, értem. Érted? Hogy lehet, hogy itt is csak azt kéne csinálni, hogy nyugodtan mondd, hogy ez egy rúzsgara. Ez egy érdekes kísérlet lehet. Randa állat vagy, de azt mond szépen. És akkor megnyugszik a gyík. Tehát azt mondod, hogy a növények is úgy néznek ki, hogyha mondjuk azt mondja neki, hogy ha Istenem, de utálok téged, köcsög ronda, gyűlöletre méltó virág, basszus, nap mint nap, locsolgatlak, pedig hogy unlak már csak ugyanúgy a feleségem szeretnék. Igen, mint hogyha szépeket mondasz neki, mert ő a hangsúlyt érzi.
Szerintem a madárpók is hangsúlyérzékeny. Tehát a madárpóknak, ha rondán mondod, hogy szép, akkor ugyanúgy félreérti, mint ha szépen igen. mondod, hogy ronda, és akkor annak viszont örül, mert azt gondolja, hogy szépen mondod. Tehát a hangsúlyokat érti a pók. Vélhetőleg, igen, már csak azért is, mert a madárpók nem őshonos itthon, tehát nem beszélhet magyarul. Na, az meg a másik. Ugye? Na, az meg a másik. Hogy spanyolajkú valószínű, vagy portugál, vagy ki tudja, hogy honnan jött. A kígyó egyébként nem süket? Tehát a kígyó nem hal, nem? Hát a nem. kígyónak nagyon jó a szaglása, nem. Kígyó viszont több süket. Tessék? Nem hal. Jöjj, de kígyó. Kígyó nem hal. Hát persze, hogy nem. És nem is madás. Hát egyébként se. Most miért kérdezek olyan triviális dolgokat, ami teljesen egyértelmű. Vagy csúnya gyártás hiba. Nem, mert én azt tanultam, vagy én úgy tanultam, hogy a kígyó süket, mint az ágyú. Igen. Tehát, hogy semmit nem hal. És odállok a terrárium elé, egy 4 centi vastag üveg elé még. Plusz, és elmondom, ugye? Fú, de ronda, egy rusna, egy állat vagy, te atya úristen. Na jó, de ha bemutatsz neki, azt látja. Tehát, hogy nem ér mutogatni, és nem ér rondán beszélni? Nem. Akkor viszont megsértődik. Milyen egy depressziós kígyó? Uh-huh. Mennyivel izgalmasabb, mint egy vidám kígyó, mert én bármikor a gyereket állatkertbe viszem, ezek a rohadmányos kígyók, ezek semmit nem csinálnak. Ott fekszik összetekeredve, mint azért egy locsoló cső. Azért kapják a kaját és a napi apanást, hogy ott, mint egy locsoló cső, tényleg a kertben, ott legyenek összetekerve, semmit nem csinálnak. Na de milyen elvárásai lennének a kígyóval szemben, hogy szappamúrékot fújjon, nem tudom, csináljon, kánkánozzon, szórakoztassa a gyereket. Mert a gyerek mindig bemegy, és azt mondja, úristen, most de jó, és mindig csalódottan jön ki. De most az a bejebb, hogyha lemegy spárgában? Azt meg azt se tudod, mikor ment le spárgában. Álljon össze! Álljon össze nekem három kígyó, és tanuljanak meg mazsolettezni. És valamit csináljanak, hát az én oda bemegyek. Álljon össze három kígyó kalácsá. Igen, és akkor három bocsáskát egy botnak átszázza magát. Így a bocsáskákat kikérem magamnak. Négy darab kígyó összegyönyörve nem csinál semmit, és unottan él, hogy kinyújtja a nyelvét, hát nekem nem mindegy látogatóként, hogy depressziós vagy vidám. Én ugyanazt látom, hát akkor legalább hadd mondjam el a véleményemet, nem? Hát már el sem tudom mondani a véleményemet, de hogy depressziós legyen. Így is, úgyis dögunalmas a kígyó, nem csinál semmit. Hogy komolyan a svápokarak a legizgalmasabbak, mert azok jönnek meg. Feri által említett bocsáskák a legjobbak, mert ott szerintem ott én néha érzek egy erős kamuszagot. Tehát, hogy odamész az ízé, ez a terráriumhoz, amiben már nem tudtak sebe rakni semmit, ráírják, hogy bocsáska, beleraknak néhány gajat. Száraz, és onnantól kezdve ott gúvados szemmel ott áll, és mindig a bocsáskáknál van a legtöbb ember. Állnak előtt, és próbáljunk, azaz, ott van! Az nem az. De akkor ott van! Az, na, de most az. És nézd, és ott is van egy. És egy darab nincsen benne. Semmi nincsen benne, csak száraz gajja. Jó, de mitől lesz vidámabb a kígyó? A kígyó művelőtől. Mitől lesz vidámabb az a madárpók? Bemegyek és mosolyog? Mosolyog majd a madárpók? Tehát finoman megkértek bennünket, hogy viselkedjünk normálisan az állatkertben. Ez erről igen. szól. Igen, mi a kedves hozadéka? Látogató, ne légy paraszt. Ezt is kiírták volna. Nem? Sokkal jobb lett volna, sokkal őszintén. Erről szól a dolog. Ja, hogy ez egy kamu dolog? Használjon, ne használjon, de kedves látogató, legyetsz és normálisan viselkedni. Tehát ezt kiírták a Miskolci Madaspárban. Anyád a ronda pók, az szép. Nem lehetne ilyen, de most nem lehetne ilyen őszintén. Igen, tehát hogy ez nem szól másról, mint hogy mi egyébként viselkedjünk az állatkertben normálisan. Én imádok állatkertbe menni, azért van egy-két tahó tényleg. Tehát amelyik vitatkozik a ketrec előtt, hogy ez milyen állat, férfeleség, és egyik se az, amit mondanak, és őre mennek. A néni, aki egy fél kilós kovászott kenyeret próbál bedobni a víziló szájába. Nem? Tehát azért az állatkertben is megvan az a tipikus, mindig felelhető, ott mindig ott található látogató, aki azért úgy nagyon jellemző az állatkertre. Igen, nem? Van a tudományos, és akkor ilyenkor szól, hogy kell szólni, tessék arrébb lépni egy métert, ki van írva. Igen, egy picit fél méter jobbra, és ott egy támol, tetszik tudni olvasni, rajta van. A saját szememmel láttam, és semmi túlzás nincs benne, hogy van az állat kifutó, állnak a zebrák, az antilopok, az így egybe van, meg csak hátul a teve és az elefánt résznél, azt így egészen szépen megcsinálták. Csávó, megy, jön, hasítasi, nem kérkódott, megy, és rákcsál egy ilyen grill csirke csontot. Tudod, hogy ette még valamit, család, gyerek, anyuka brutál vatta, ja, cukor, négyeg este, a hat darab mákos túlos krémet. Létszínne. Grill csirke csont. Grill csirkecsont. Nem akarom, hogy azt mondtad, amire... Jön az ebra. Nem akarom. Jön az ebra. Nem, ha még a hiúz lenne. Jön az ebra, és elkezdi böködni az ebrának a grill csirkecsontot, hogy miért nem eszi meg. És oda szól az anyjának, vagy hát anyjuk, vagy nem tudom, hogy hívja, hogy nézd már, hát ne finnyás vagy, hagyjál meg. És ugye a szegény zebra oda ment, megszagolta, megpróbálta lenyelni, és a csávó nem fogadta el, hogy nem akarja megenni a grill csirke csontot, és elindult egy ilyen, edd meg a csontot, rohadt anyád, úgyis elkaplak, megeszed a csontot, gyere már ide zebra, gyere már ide zebra. Gyere már ide, zebra! És megpróbálta a zebrának odaadni a csirkecsontot, majd amikor teljesen vereséget szenvedett, aki nagyon hanyag mozdulattal így bedobta. Antilop, tudod, ügyes. Zerge, mit tudom én, bedobta a grill csirkecsontot. Alternatív zócsemege.
álltam, dermedtem, mondom, Jézusom, mit vártál ebbe, hogy ragadozó? Tehát miért nem vitted kettővel arrébb? És ment le, fölkövette a zebrát. Követte a zebrát. Zebra gyerek! És a zebra ugye jött, mert közben a gyerekek etették ilyen zócsemegével, csak a hülyének nem tűnt föl, hogy nem ő, nem a csirkecsontot követi, hanem a zócsemegét követi, igen, mert ott közben etették a zebrákat. Szenzációs volt. És megfogta és bedobta a csirkecsontot. Az állat szemében láttad a döbbenetet. Tehát szinte az volt, hogy az állat kiszólna neki, te hülye vagy? Hát de tényleg engem akarsz edetni? Én nem vagyok ragadozó. Szóval, hogy azért van egy-két érdekesen működő ember az állatkében. Én megértem a Miskolci Vadaspart dolgozóit, hogy kiírták, hogy kedves emberek, viselkedjetek már normálisan, nem? De, hát tettük egyet. Én a nagypapát nagyon át szeretem, nagyon akik elviszik az unokájukat. Az állatkedve is menne kedvecről kedvecre. Ezt ott, Tomika! Ott van a tigris! Hallod, Tomika? Na, ott a tigris, na, jó. Mondom, megnézem, oké, nem? Ez a leopárd. Igen, arra megyünk ez egyel. Ez a nincs milyen állat, de mondom a gyereknek. Nagy elánnal mondom a gyereknek, arra hogy megyünk egyel. Tomika, nézd, ott a oké, jó, nem, de sok tigris van ebben a vállalkedben. Rokonál oroszlán. Megint arra menni. Tomika! Majd most fogod kitalálni, Tomika már. Tomika már mondta, hogy... Ott a tigris, érted? Harmadikra mama betalált. És ugye nagyszámunk törvény alapján egyszer eljutottak a tigrisnek a ketrecihez. De Tomika megnézett 4-5-6 féle különböző tigrist, kicsit nagyot, foltosat, feketébe is becsúszott egy, mindegyik tigris volt. És ha valaki ilyenkor szól, akkor ők mit csinálnak? Hogy a kedves nagypapa, ez nem tigris. Tehát ez hiúz. Akkor mit mondja? Tigris, az csak másféle. Csak csonkolt a farka. Vagy mi? Mi a magyarázat? Igen, és ezen még elsütött a tigris, a tasmán ördögben, a hópárdusznál, a jeges medvénél és a vidráknál. Minden tigris. Tudom, ezen az 50 méteren így torony irányt, jobbról, balról csak tigrisek. A vidráknál ott vízi tigris. Vízi tigris, igen. Nagy a fuka! Na, van egy hallgatónk a Miskolci Vadasparkból, lehet, hogy ott dolgozik. Halló, jó reggelt, ciao. Szép jó reggelt, üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat. Hello, Zoli, jól mondom? Így van, igen. Te ott dolgozol a Miskolci Vadasparkban? Pontosan, én a Miskolci Elkertnek az zoopedagógusa vagyok. Zoopedagógus, nagyon jó. Tetszik ez a kiírás, hogy ne hívjuk az állatokat. Ez tényleg szimplán arról szól, hogy emberek, viselkedjetek normálisan. Ne legyetek bunkók. Volt ilyen, hogy a tarantula bedurcázott. Igen. Hát nyilván az állatokat nehéz megkérdezni arról, hogy vajon ők mennyire örülnek neki, vagy mennyire nem tetszik az nekik, hogy ők esetleg leundorítózzák, vagy osmányozzák. De ez a kiírás, ami az ajtunkon szerepel, ez arra szolgál, hogy egy kicsit gondolkodjunk már, hogy nem undorító, nem csúnya, mondjuk már egyszer talán, hogy különleges, és talán, hogyha ezt mondjuk a felnőtt a gyermekének így mondja el, akkor talán legközelebb, amikor majd ő jön a saját gyermekeivel, majdnem ezzel fogja. Nézd, micsoda gyönyörűséges pók, vagy micsoda fantasztikus kígyó, és nem azt mondja, hogy undorító ocsmány. De miért akarjátok ti elvenni a látogatóktól, hogy úgy hívják azokat az állatokat, hogy hát neki undorító, akkor miért baj, ha azt mondja, hogy undorító? Ha normálisan viselkedik, persze. Hát most nem. De mitől lenne undorító? Mitől lenne ocsmány? Mert nincsen neki lába, vagy kicsivel több van, mint a megszokott. Ettől még nem kell undorítónak hívni. Jogos, meg hát van egy csomó állat, ami mondjuk nevelőszülőknél emberi, nevelőszülőknél nevelkedik föl, mert itt ilyen olyanokból kifolyólag. Mi lenne, hogyha ez a nevelőszülő azt mondaná, amikor bejön a látogató gyerek, hogy Jézusom, de ront a gyerek. Nem, akkor meg ugye megbántódna. Persze, nyilván. Tehát mit arra szól, hogy tényleg egy kicsit nézzük már azt a másik oldalát, hogy lássuk meg benne a különlegességet, talán erre szolgál. Mi a tapasztalat egyébként, hogy viselkednek az emberek? Vagy akár erre a feliratra hogy reagálnak? Vagy változott valamit a viselkedésük? Van egy két furcsaság, ettől függetlenül is. Nagyon sokan nem az ajtón befelé menet, hanem kifelé menet olvassák ezt. Aztán így elgondolkodik, hogy igen, és akkor én meg közben okának azt mondtam, hogy... Visszamegy és elnézést kér a madárpoktól. Hát erre nem tudom, hogy volt már példa. De furákkal látogatok, vagy tanítani kell őket, hogy bánjanak az állatokkal? Alapvetően azt nem mondhatnánk, hogy furák. Tehát nekünk eddigiekben nem túl sok rossz tapasztalatunk volt. Mindenki, aki hozzánk azért ellátogat, azért jön, hogy rácsodálkozzon, és nem mondjuk, mit tudom én, a törészúzáson. Ez nem a focipálya. Mindig szoktam mondani a gyerekeknek, hogy azért, amikor belépsz ezen a kapun, akkor ez egy másik hely. Nem rohanunk, nem kiabálunk, nem hajrá, nem gyorsan át, és nem busz, amiről lemaradunk. Sokan betartják. Van, amikor tényleg ilyen rapid állatkertenőzés, hogy 15 perc alatt 2,5 órára sétáltatnak meg, de átlagosan azért azt lehet mondani, hogy tényleg aki állatkertbe jár,
és azt hiszem, hogy talán legyen Magyarország bármelyik átjártja az állatok. És az zoopedagógusként ezt tanítod? Tehát az állat és az ember közötti kapcsolatot, vagy az állatokkal való viselkedést? Alapvetően egyébként az lenne a feladatom, hogy ezeket a sztereotípiákat, amiket erre kiírtunk, hogy ha sok lába van, az a baj, ha kevés, akkor az a baj, ezt egy kicsit oldjuk. Legyen az gyerek, legyen az felnőtt, legyen az gyakorlatilag bárki, aki hozzánk eltéved. Igen, ez a munkám. Na most egy nagyon, nagyon őszinte válasz, de tényleg, mert itt tűkön ülünk. Hall-e a kígyó, vagy nem hall? A kígyónak... Nem tök sikert. A kígyónak van hallása, belső füle van, nem hagyományos hallást kell gondolni. Így van. Ezért hát a korog a gyomra, azt hallja. Igen. Ha beszél magához, azt is hallja. Igen. Ha veszekszik magával, azt meghallja. Igen. De a madárpok oda szól neki, azt már nem. Na jó, hát ez egy érdekes munka, hogy erre tanítod az embereket. Zoli, köszi, hogy elmondtad és becsörögtél. Ciao. Köszi. Jó munkát, szervusztok. Hello. Belső fül, persze. Mondjatok. Micsoda? Belső fül. Hát nem nőtt ki. Hát most érted. Azért van itt baj, írja valaki. Kivel ez a kérdés? 7:30, pontosan 2 perccel. Írjatok nekünk, ha játszanátok velünk. Jó, ha jelentkeznétek játékra, tegyétek meg, hogy dobtok egy SMS, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Három, négy, 8 lesz. 4 perc múlva. Egy jó kis Ákos dal után. Már itt is vagyunk. Ákos, kedveljük. Igen, jó. Jó koncertet adott a Szigeten is még pár évvel ezelőtt. Ez egy jó igen, most ő sincs. Ő sincs. Hát volt sok helyen, volt rengeteg helyen. Mondjuk egy tipikus Sterónak jobban örültem volna. Az olyan reggeli nóta. Az a feelingben, hangulatban, ugye? Nem? Hogy ez tele van endorfinnal. Az is a tiéd, azt is hozzád kötik az emberek. Az már nem is Ákos dal alatt. Soha nem játszotta Balázs volna a rádió. Az csak azért játszottuk, mert én toltam reggelente. Igen, Csepelen a Béketéren koccanásos baleset van, Bill. A festő üzeni nekünk, mindenki vigyázzon. M7-es Pákozdi pihenőnél kamera Budapest felé, ezt Laci küldte nekünk. Aztán Nyírbátorban a Császári úton a mézüzem előtt sebességmérés van folyamatban, Roland küldte nekünk. 85-ös főúton Konynál műszaki hibás terautó, emiatt torlódás várható. M30-as 8-as kilométerénél két kutya cibál egy őszet az árokban. Bakancs üteni nekünk, valamint az M0-ás beállt, 3-as baleset volt hajnalban, és több kilométeres a sor. Az M5-ös lehajtó előtt a gyári szakasznál még mindig egy picit nehezebb az átjutás, úgyhogy vigyázzatok. Na, azt nézem még, hogy van-e valami. Igen, az M5-ösön a határ felé, a sávelhúzásnál, a 38-as kilométernél lerobbant egy autó, és emiatt van egy kis torlódás. Ezt Roland küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mi pedig állatkertes élményekről beszélgettünk, és arról, hogy milyen az, amikor a szülő elviszi állatkertbe a gyerekét, és nem ismeri fel az állatot, és hát máshogy hívja, mást mond neki. És ezt egészen addig lehet tolni, hogy egy gyerek meg nem tanul olvasni, mert onnantól kezdve már. Onnantól ez már egy picit nehezebb, igen. Ott a tigris, Tomika azóta is a tigris keresi, szerintem. Fővárosi állatkertben víziló nézés közben hallottuk, ez az orrszarvú. De nincs is szarva. Nagymama unokájának a Madagaszkár ház előtt. Gyere, Zolika, ide bemegyünk, itt vannak a madagaszkárok. Hát hiszen ki van írva, hogy Madagaszkár. Hát ez a Madagaszkár ház. Hát bemegyünk, mert itt vannak a madagaszkárok. Igen. Sokan az állatkertben azt hiszik, hogy az őszből 2 éves korában lesz szarvas. Ezt is. Igen. Jó, nem mondom, én volt egy időszak az életem, amikor én is azt hittem. Tehát, hogy ezért ezt kinövi előbb-utóbb az ember, igen, meg kezdetbe kerül egy-két könyv. A fiatal szarvas és az ősz az nagyon hasonló, nem? Igen. Hát most igen. A szinte ugyanolyan. Aztán mások lesznek később. Kígyó, ne haragudj, amiért a múltkor csúfoltalak, hogy nincs lábad. Oké, semmi gond, akkor kezed rá. Kapd. akkor csak bele. Tényleg. Az egy tök jó név egyébként, a Pacsi, a kígyónak. Hogy hívják a kígyónak? Pacsi. Igen. Állatkertben kislányommal a zsiráf kifutónál futottunk össze egy szőke anyukával és kislányával. Erre az anyuka oda néz, egy zsiri. Nézd egy zsiri. Természetesen zsiri. A kislány is helyeselt. Hát nem volt egyszerű bebizonyítanom, hogy az már pedig egy zsiráf, és nem zsiri. Hát de zsiri. Lehet, hogy ők becézik. A zsiráf becéz, és a zsiri. A zsirinek hívták a zsiráfot? Ez lehet egyébként. Na, jó.
A kaferből, a kafi. Kafi, nagyon jó. Oroszlán, Ori. Ne. Na jó, köszönjük szépen az SMS-eket. Hát igen, mikor voltatok utoljára állatkertben? Hú. Régen? Nem. Hát mi... Csak. Egy hónapja voltunk a Veszprémiben, és még tavasszal itt a Budapestiben. Hm. Így. De én nagyon szeretek tudományos előadásokat tartani nagyon a gyerekeknek. Jó. Nagyon. És akkor múltkor az Elefántházban belül most szoktak olyat csinálni, hogy fiatalok, 2-3 ilyen főiskolás egyetemista kiül, és mindenféle cucc van náluk. Óriás teknős páncélja, akkor nem is tudom mi volt, egy víziló koponyája. És akkor ők ott mondják, tudod, a dumákat, de meg lehet fogni. És a gyerekek teljesen kész vannak ettől, hogy te gyakorlatilag majdnem belebújsz egy ilyen óriás teknős páncélba, structól van, struc tojást meg tudsz fogni, hogy mekkora marha jó a dolog. Nyilván rá koci apuka. Bedobtad magad azonnal, mi? Nem gondolod, hogy az egyetemisták okosabbak, mint apád. Azonnal én. A gyerek kicsim, megmutatom itt neked, ez a koponya, ez a vízilója, mondták, hogy nem, hanem az ország. Nem, igen, nem, Feri, a nem. Mint azt tetszik látni, nem. Feri bácsi, az elején az a nagy kinövés, tetszik tudni, na az a szarva. Tehát ilyenek voltak, de én szeretem hülyének. Rombolták a szemetek a tekintélyedet a gyerek előtt. Hát, hogy lehetnek ilyenek? Legalább tapintatosakra félrehívtak majd, és igen, mondták hogy, volna, hogy majd legközelebb mondja azt. Tessék elmenni, ez nem az. Mér, addig mi foglalkozunk a gyerekekkel. Veszprémi állatkert Bagoly Ketrecnél anyuka, nézd kisfia, mekkora sas! Igen, a minden sas. Repül, nagy. Minden sas, minden kicsi négy lábú róka. Kis sas, sas, közepes sas. Igen, és minden nagy szőrös fenevad a tigris. Tehát, hogy nagyjából vannak, akik azért eddig juttak a biológiára. Már nagyfejű sas, hogy forgassa a fejét. Orra nézni! Hátra nézett a réti sas anyád, de jó. Orra nézd, Fistike, nézd már. Na jó, játszunk. Jó, itt van a játékosunk Óbem bácsival, játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óbem bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Balcsin egy nagypapa mellettünk oktatta az unokáját, hogy a vadkacsa az a hattyú kölyke. Ja. Azért a papánál is volt egy kis képzelet. Amikor a kis hattyú, az tényleg mondjuk nem fehér, hanem szürke, de azért nem hasonlít a kacsára. Mik azok ott? Vadkacsák? Dehogy vadkacsák! Jaj, kis jövő, unokám, drága unokám, hajj, ez a hattyúnak a kölyke. Nagyon el kell nézni ott valamit, nem? Vadkacsát összekevered kis bolyhos, kis szürke színű, vagy barna színű, ilyen kis hattyúkölykökkel, igen. Orsi itt van velünk, hello Orsi, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, sziasztok, hírságban! Hát igazából nem sok, olyan kis kellemes péntek reggelünk van, jó az idő, csak így százévező. Beszélgettünk, veled mi újság? Velem minden tökéletes, erről a vadkacsás sztoriről jutott eszembe, hogy egyszer sétáltam a Bakonyban, és találkoztam egy párral, akik éppen nagyon szerelmesen sétálgattak az erdőbe, és megálltak egy cederbokornál, és mondja a férfi, hogy drágám, nézd, ez itt egy kökénybokor. Fingja nem volt arról, hogy miről beszél a pali, de nagyon. A nő az mutatni akarta, hogy ő mennyire művelt, és mondta a férfinak, hogy hát de szerelmem. Hát ez nem kökénybokor, ez egy csipkebogyó bokor. Ez egy magas rögtű beszélgetés. Igen, erre azt mondta a pasi, hogy nem, csipkebogyó akkor lesz, ha majd megcsípi a dér. A kökényből lesz a csipkebogyó? Aha! Egy nagyon fura mutáció. És aztán kellemesen kéz a kézben elballagtak. Igen, igen. Nagyokat sok. Lehet, hogy első randi volt, tudod, ott meg még bizonyítani akarsz. Ott még villogsz. Igen. Te mivel foglalkozol? Én biológus vagyok, doktorandusz hallgató vagyok. Éppen időbiológiával foglalkozok. Na ne, ne szórakozzatok, mamma. De tényleg. Időbiológia? Aha. Ez mit jelent? Hát az, hogy az élőlényeknek a biológiai ritmusát kutatjuk. De mi nem tudom, hogy meddig él a magyarófa, és akkor leültök és méritek? Nem. Jó, gyerekek, 30 éve mérem ezt a rohadt fát, hogy mindig életben. Valaki váltson le a rohadt életben. Szóval mit csinálsz pontosan? Hát azt kutatjuk, hogy miért fontos az, hogy a növények is tudják, hogy éppen mennyi az idő.
Na ne szórakozz. De tényleg. De álljatok le. Azért ráértek. Álljatok le. Erre is van egy EU-s forrás. Tényleg. Le lehetett hívni. Igen, és minden nap elmondod a szilvafa, akkor drága szilvafa, fél hat. Fél hat van. Fél hat van. Most nőjél. Fogmosás, aztán irány az ágy. Hogy kell ezt elképzelni? Nem, hát ezt úgy kell elképzelni, hogy a növényeknek fontos az, hogy mindig fel legyenek készülve arra, hogy mikor fog jönni a napfény, és mikor tudjanak a leghatékonyabban fotoszintetizálni, és ez gazdaságilag nagyon fontos egyébként, mert minél inkább felkészültek erre a növények, annál jobban tudnak nőni, annál nagyobb terméshozamot produkálnak, és innen fogva nekünk fontos az, hogy mi ezt tudjuk tanulmányozni. És akkor bemész egy üvegházba, nem tudom, valamilyen növényeket, belecsapsz a levegőbe, tapsolsz egyet, azt mondod, hogy jó reggel, drága növényem, reggel fél, hát egy újabb csodás nap, ébresztő, nem sokára hasatokra süt a napocska, tessék elkezdeni fotoszintetizálni. Tehát hogy szóltok nekik, hogy mennyi az idő? Úgy szólunk nekik, hogy fényt adunk nekik, van egy sötét periódus, és utána különböző fényű lámpákat kapcsolunk rájuk, ez lehet kék, lehet vörös, lehet fehér fény, és azt nézzük, hogyha különböző molekulákat elrontunk bennük, akkor mennyivel lesz jobb, vagy rosszabb az időérzékelésük. Nagyon érdekes, akkor ezek szerint mesterséges fényel át lehet verni őket? Igen, pontosan, pontosan. Szívtelen. Hülyét csináltok a Petra zsebbe. Azért ez is egy érdekes hivatás. Hát a tiétek is az, de hát na. És hogy orientálod? Csak a tiét, ez magasabb tudományos fokozat kell. Ezt akartad mondani, nem baj. Hogy orientálottál erre felé, hogy átvágd a növényeket az időérzékükkel? Tehát hát, azért ez kell egyfajta elhivatottság. Hát én igazság szerint az időbiológiát azt mindig is nagyon szerettem. Én például aludni nagyon szeretek, és mindenki azt szereti csinálni, ami az a legjobban ért. Tehát aludni nagyon szeretek, de nem itt a munkahelyen, csak ez érdekel engem. És mivel a növényeket is szerettem, ezért valahogy ide kiukadtam, de én nagyon örülök neki, hogy egy ilyen hivatást tudhatok a magaménak, és nagyon lelkes vagyok, és igyekszem ezzel. És mit szolgál maga a hivatás? Tehát oké, hogy a növény tudja, de ezáltal nekünk azért lesz jobb, hogy ő többet termel majd, vagy korábban kezd fotoszintetizálni, több termése lesz? Hát nézd, a tudás az hatalom. Ha valamit megismerünk, akkor egy idő múlva azt is fogjuk tudni, hogy a legkisebb módosítással a legnagyobb hatékonyságot hogy tudjuk elérni. Tehát, hogy milyen pontokon kell beavatkozni ahhoz, hogy a növénynek segíthessünk abban, hogy jobban növekedjen, ellenállóbb legyen, és ilyesmi. És ez nekünk is csak jó. Tehát azt nem tudod befolyásolni, hogy mennyit süsön rá a nap, mert az most vagy süt, vagy nem süt. Hát ez vagy süt, vagy nem süt, de például azt mondjuk tudnám befolyásolni, hogyha mondjuk egy zivataros, zimankó zord körülmények közé raknám mondjuk a kukoricát, akkor ahhoz a körülményhez képest a legjobbat tudja magából kihozni. Aha. Tehát ez például hasznos dolog. De például voltak ilyen kísérleteink, az mondjuk utána embereknél használták, például volt egy autógyár, amelyiknél a kutatásaink nyomán, nem a miénk, de hasonló területen jutottak olyan eredményre, hogyha kék fénnyel dúsítják az éjszakai műszakban égő lámpáknak a fényét, akkor kevesebb volt a munkahelyi baleset, ugyanis a kék fény az emberek számára egy éberséget biztosít. És például ilyen haszna is van ennek a dolognak. De jó. Hát ez érdekes. Érdekesnek tűnik, amit csinálsz. Igen. Köszönöm szépen. Mondjuk ezt már is kiszúrtam évekkel ezelőtt, hogy az éjszakai műszaknak meg a kék fénynek van összefüggése. Igen, én is szeretem, jó sor volt. Nagyon jó. Igen. Orsikám, milyen feladványt adjunk neked, könnyű? Hát nem tudom, trónok harcát, vagy valami, mert az éjsötét is tele van. Kicsit túlhatároltad a dolgot. Szereted a trónok harcát, tényleg? Igen, nagyon szeretem. Hol tartasz? Hát én ahol lehet. Már hogy akkor ott vagy, tehát az ötödik évadot nézted, vagy fejezted. Hát az íróvállam mögött nem ülök, de ott vagyok, ahol vagyok. És milyen sorozatokat nézel mi? Hát most a True Detective-et nézem még, a Colin Farrell évadot. A második évadot. Igen, hogy tetszik jó. A második? Tetszik? Nekem nagyon. Úgyhogy az elsőt is láttad? Az elsőt azt nem láttam, de a barátom már nagyon pedzegeti, hogy azt is nézzük meg. Aha. Hát. Én a másodiknál csöppentem bele. Az első jobban fog tetszeni. Igen, komolyan? Aha. Na, akkor majd rástartolok a dologra. Mennyi idős vagy, Orsi? Én 24 vagyok. 24. Igen. Úgyhogy nagyon szeretem ezeket a sorozatokat. És más is nézel még? Nem, inkább olvasni szoktam, igazság szerint. A sorozat olyan dolog, hogy beleszeret az ember, és utána túl sok időt veszel
az életéből, úgyhogy csínyán, de az ilyen dolgokat, azokat figyelemmel követem. Mindig ilyen kis határozott kis csaj voltál már egyébként gyerekkorodban, és ennyire tudtad, hogy... Nem tudom, nem. Milyen pályára mész, ezt szeretnéd csinálni, és egy ilyen komoly hivatást tűzöl? Nem. Nekem nagyon sokáig voltak problémáim abból, hogy én mi akarok lenni. Nekem az volt a problémám, hogy baromi sok minden érdekelt, és nem tudtam választani, hogy egyszerűen mi legyek. Nagyon sokáig az alapján választottam, hogy milyen tantárgyakból voltam a legjobb, és egyszer csak beütött ez a szerelem ez iránt, a munka iránt, úgyhogy én nagyon szerencsésnek mondhatom magamat, mert nekem nem dolgozni kell, hanem én csak bejövök és csinálom azt, ami érdekel. Igen, és hazudsz a Petre Zselyemnek, hogy mondta ezzel. Igen. Hát na, ki mit szeret? Igen, nem mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berulini, figyelj! Ó, hát ha már ennyit beszéltünk erről, alszanak. Jön egy rövid kis részlet a dalból, illetve pontosabban ez egy sorozatnak a főcímdala lesz. Jó, figyelj, rövid. Hát... Kérhetném még egyszer? Hogyne, mutatjuk, figyelj. Hát gyerekek, feladtátok a leckét. Na figyelj, jön még egyszer. Várjatok, ez egy magyar sorozat, ugye? Igen. Ez a éjjel-nappal Budapest. Ügyes vagy. Honnan tudtad ezt így, hogy ugrott be? Nem tudom, régebben a húgom nézte ezt a sorozatot, és akkor mindig ekkor mentem fel a szobámba. Uh-huh. Tüntető jelleggel elvonultál a szobádba, mi? Igen, nem szeretem a veszekedéseket, az a helyzet. Igen. Ebben sokat veszekednek. Borzasztóan sokat. Igen. De érdekes, pedig azt hittük, hogy ezt a sorozatot is szereted, mert tele van növényekkel. Nem. Ja, igen. Két lábon járó növényekkel. Nézel valamit a tévében egyébként sorozatokon kívül? Nekem még tévém sincsen, megmondom őszintén, úgyhogy én csak jogtisztán szoktam szerezni sorozatokat, és akkor azt nézem. Legyen már egy kicsit rossz kislány, vagy valami érdemel, amit jogtisztán szerzek csak sorozatokat, és megnézem. Igen, meg egy kedvenc barátom szoktam mindig mondani, hogy ők soha nem töltenek le filmeket. Igen, mert én töltöm le neki. Akkor nem. Na jó, küldjük az erdélycsomagot. Nagyon kedves, jól van. Legyen gyönyörű napotok. Sziasztok. Köszönjük. Puszi. Hello. Ciao. A nap süt ebből a lányból. De kár, hogy nem látjuk az arcát. Nem? Hát. Néhány hallgatónál kíváncsi lennék, hogy hogy néz ki. Most hiszem, nem jó csaj. Tényleg. Van olyan, van az a típusú, tudod, női hang, amögé egy olyan nőt képzelsz, egy olyan csajszét, aki jó, egy jó csaj, helyes, aranyos, mosolygós, kis cserfes, nem? Aztán lehet, hogy igen. Lehet, hogy másféle. Nem, csak a hangja alapján kíváncsi lettem, hogy néz ki. Egyedül vagytok ebben? Ti nem? Nekem egyszer-kétszer volt ilyen ráfutásom. Hogy? És nem az lett, a hang alapján nagyon kellemesnek tűnt, és aztán, hogy ilyen, akkor meg beszorult így a forgajtóba, akkor meg... Beszorult a forgajtóba. Tudod, tehát, hogy nem. De egyébként nagyon szimpatikus, helyes volt, aranyos volt. Biztos tök jókat tudnak beszélgetni egymással. Az hogy kell felébreszteni a kuszkuszt. És egy morcos reggel az avokádó, ha fél órával előbb fölkelted. Várj, a kuszkusz az egy tészta. De búzából van érte. Nem is, te elveszik. Kuszkusz, már egy velünk. Három percen pontosan. 8 óra, jövünk a hírek után. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádió legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra múlt pontosan 9 perccel. Jó kis dal után itt vagyunk, szép reggelt kívánunk mindenkinek, péntek van, és vége a kánikulának. Majd hétfőn. Fellélegezhet az ország. Még egy jó kis hétvége azért, ami előttünk van, és mindenki napozhat, balatonozhat, lélekben elkezdhet elbúcsúzni a nyártól. És aztán jövő héten hétfőn megérkezik a hidegfront, 10 fokot esik a hőmérséklet, és jövő hét közepén már csak 26-28. Így van. Hűvösödnek az éjszakák, jön az éj, jön a tél. Gyerekek, a tanulás! Jön a tanulás, kezdődik az iskola! Ne felejtsétek el, hogy nektek mi a dolgotok. Most még az, hogy tanuljatok. Így van. Addig örülj, amit tanulhatsz. Így van. Vár csak én is tanulhat. Ugye? Illetve nem, bár csak én is tanultam volna. Nem lenne olyan hülye apád, mint amilyen most van. Így van. Már akarsz olyan hülye lenni, mint én, hogy pláne anyád! Szóltál kicsim? Nem mondom semmit. Semmi. Kész már vagy csinál? Bizonyám, szóval, hogy kezdődik az iskola. Hűvösödnek az éjszakák, és rövidülnek a nappalok. Tegnap már 9 órakor sötét volt.
Szörnyű. De ez a 30 fok megmaradt 20-án? Meg. Nem. Nem? Az nem, se. Nem. Kb. Hát pedig akkor még szoktak azért balatonozni az emberek. Még ott a hosszú hétvégén az jó kis nyaralós lehetne. Olyan 28 fok körül mondanak. 26-28. Az jó. Én azt szeretem, ez a 28-30, ez egy élhető. Baráti. Baráti hőmérséklet, ez a 38-40, ez picit erős. Nézzük gyorsan a közlekedési híreket, mit írnak barátaink, akik az úton vannak. Mit mondanak? Merre menjünk, merre nem menjünk? Mérnek az Andrássy úton a Nagymező utcánál a parkoló autó közül? Gábor, köszi. Az M5-ösön van egy sávelhúzás a 38-as kilométernél, lerobbant autó miatt ráadásul, úgyhogy dugó van, Roland küldte nekünk. Csepelen a béketéren koccanásos baleset, Bill a festő, M7-es Pákozdi pihenőnél kamera Budapest felé, valamint a 85-ös úton Kóinál műszaki hibás teherautó. Én azt hittem Bill a király, nem? Bill a festő. 20-án megyünk. Várod már mi? Várom, igen. Mentek Bill a koncertre? Persze, egy jó kis, hogy hívják, jó kis szockos, retros feelinget várunk a dologtól. Nem is nagyon lehet. Barátságport, kőbánya. Az csak az lehet. Tehát az kicsit szockó, kicsit retro. Ezt is kicsit várod. Tehát nagyon nem tudsz, nagyon nem tudsz mást várni. Ez de csak ettől ez jó, lehet. Ettől működik. És kik lesznek még? Vagy egy fellépő van csak? Vagy sokan? Majd megkérdezem a Csabitól, mert ő lesz a műsorvezető. Az Abaházi. Abaházi 20-a Csaba vagyok. Jó, ide jó. Jaj, ő tolja. Az menő. Na, hallottátok az újabb csalást, amivel most milliárdosokat is levettek, és a nagy... Aranyügy? A nagy aranyügy. Hát, tehát, hogy a Marcsika és a Questor után, és a broker botrányok után, itt van most a legújabb és a legfrissebb, ez pedig a nagy aranyügy, az aranyhamisítási botrány tulajdonképpen. Aranyhamisítási botrány, egyre több részlet derül ki, és most már kezdik sejteni, hogy csinálta az illető, aki egyébként súlyos károkat okozott ezzel, milliárdos. Ugyanakkor nem érted károkat. Az egész sztorit. Az egészet hogy... nem érted egyébként, és hát sokan azt mondják, hogy az aranykereskedelmi szakma előtt sem volt ismeretlen, ez a trombita részből készült aranyrúd. Más kérdés, hogy akkor ezt hogy hagyhatták, vagy itt az önszabályozás, hogy egyáltalán ez hogy működik, nem? Hogy ez tudunk róla, csinálja, nem baj, ha csinálja, nem szólunk. Tehát ez egy fura dolog. Minden esetre, hát... Hát ők nem hivatal mondjuk, tehát hogy nekik nem kell figyelmeztetni a mást arra, hogy figyelj, szerintem azért jó lenne, hogyha bevizsgáltatnál az egész aranytömböt, nem pedig csak azt az egy grammot, amit egyébként odaadtak neked, úgy, hogy az egy gramm abból az aranytömbből van, amit odaadtam neked fedezetül. Aha. Hát az egy gramm, amit bevizsgáltattak, az arany is volt. Hát csak az összes többi, az nem annyira. Igen, ugye most kiderült, hogy hát... egészen jól csinálták egyébként a csalást, idézőjelesen persze, ha lehet egyáltalán jól csalni, nyilván nem úgy értem, hanem ügyesek voltak, de mégis baromi egyszerűen rá lehetett volna jönni, hogy hát nem aranyat kaptál a kezedbe. Ugyanis ők ugye trombita rezet adtak, és hát ha csak tényleg az ember belegondol abban minimális tanulmányok után, hogy mennyi a réznek a fajsúlya, illetve az aranynak, tehát már amikor állítólag a kezedbe adták ezt a kis aranyrudat, kellett volna sejtened, hát, hogy valami nem stimmel. Ugye valami azért nem stimmel. Habosított. De azért nehéz, mert egyébként aranytömböt meg nem minden nap fogdosol. Te mikor fogtál utoljára hát ekkora nagy aranytömböt? Lehet, hogy ezek a milliárdosok, ezek abban a kategóriában tartoznak, ami még valamivel elfordul. Igen, meg hát régebben ugye úgy csinálták, hogy mondjuk ott vettek neked ilyen rézrudat, azt bevonták igazi arannyal, és az megtévesztett téged, hasonló volt a súly, és akkor nem érezted, vagy nem láttad, mert hogy kívülről valójában aranyjal volt bevonva. Csak hát ugye nem mindegy, hogy egy masszív aranytömböd van igazából, vagy ugye benne réz van, és hát más a sűrűsége, más az anyag, más az értéke, de kívülről bevonták ugye aranyjal, és ez ugye megtévesztette az akkori embereket. Volt már többször ilyen csalás. És most még ez se? Tehát ez már nem is vontak be semmit, csak simán megkaptad a rezet? Ez csak réz volt, aztán lehet, hogy mondjuk biztos nem néztek rá egy darabig, mert ugye ez réz az oxidálódik, zöldül. Tehát, hogy azért arra is fel lehetne egyébként figyelni, meg arra is fel lehetett volna figyelni, hogy ezekre az aranytömbökön kell lennie mindenféle tanúsító, hitelesítő jelzésnek. Na most ezeken a bizonyos trombita részből készült aranytömbökön filctollal voltak. Rá volt idő, hogy egy kiló arany. Pont egy kiló. Úgy gyerekek, figyelj, azért ez a fajta átverés. Sima egyszerű trombita részből készült rudakat adott tulajdonképpen. Tehát még arra se vette a fáradtságot, hogy legalább a rezet bevonja aranyjal. Nem volt arany a dologban, ez sima egyszerű trombita részből készült rudak voltak.
óriás balegség ezt elfogadni. Tehát, hogy azért, nagyon, nagyon nagy naívnak kell lenni. Hát gondolj bele, hogy mennyire fura az, hogy egyébként ő olyan embereknek adta oda ezt fedezetül, ezeket az aranytömböket, akik komoly üzletemberek, tehát akiknek millióik, milliárdjaik vannak adott esetben, akik azért az üzleti életben már valamit letettek az asztalra, és ennek ellenére meg tudta őket vezetni. Igen. Régen csináltak olyat, volt nagy botrány még New Yorkban 2010-es évek után, hogy ipari fémet vontak be szintén arannyal. És ugye a súlyot is egyező, bevontad arannyal, fogtad a súlyát, nem gondoltad, hogy más. Csak aztán ugye most már vannak ilyen műszerek, amik megmérik, hogy mi van az arany mögött, valójában még mindig arany, aha, vagy valami, mint a wolframból készült egy ipari fém például, és megállapítják. Tehát ehhez ma már nem egy drága műszer, elviszed és megnézed, tehát, hogy oké, arany a teteje rendben van. De nézzük meg, mi van belül. Na, ezt nem nézték meg, és ez akkor ott ugye kiderült, hogy sima ipari fémet bevontak az amerikaiak, de talán tényleg wolframból készült, azt bevonták szintén arannyal. És hát az ugye nem esett neki. De hogy itt súlyban megegyezik, igen, csak hát ugye más az unciánként jár. Olcsóbb egy picit a wolfram. Kicsit más az ára. Igen. Az, aki kapott egy ilyen aranytömböt, tehát te vagy a tömbkínáló ember, nekem van rendteltes sok pénzem, oda megyek hozzá, hogy akkor itt van ez az 1 milliárd, amit kérsz, mi a fedezet, adsz 5 ilyen aranytömböt. Én azzal mit csinálok? Azt én nem viszem be a bankba, egy széfbe. Azt én otthon tárolom? Nem, ezt tárolhatod egy banknak, hát de a széfjében, de ott nem fogják bevizsgálni. Hát de ahogy te beviszel 5 darab trombitát... Bármit bevihetsz, Feri. Oké, de... Mely a kérdés? A tamagocsi gyűjteményedet is beviheted, és azt is beteheted a széfbe. De a kérdés az az, hogy mi szükséged van aranyra? Nem, vagy, hogy miért abban tárolod a KP-t? Nem, azt értem. Nem ellenőrzi el. Hogy senki nem ellenőrizi ilyenkor, hogy beviszek aranytömböt és beteszem valahova. Figyelj, azt neked nem kell, te berakadsz egy pisztolyt, egy vízipisztolyt, tehát a te... Egy csomag Orbitot is berakadsz. Persze, tehát neked van egy szép szolgáltatásod mondjuk a banknál, vagy a te bankodnál, hát azt a bank neked nem nézi meg, hát nincs ott, amikor te használod a széfedet, nem állod. Bármit oda betehetsz, és akkor zárcsuk. Fegyvert, készpénz, hát ugye vannak szabályok, amit elvileg ugye nem lehet széfben tárolni. De most beviszel oda 6 aranytömböt, és azt te berakod a széfedbe, akkor nyugodtan tárolhatod. Romlandot nem lehet. Tehát például az amerikai barbecue-ból nem ilyet meg. Oda nem is tenném ám be, egy darabot se. De egyébként bármi mást. Mit tudom, az első szemüvegedet, vagy ilyeneket. Mert olyanok az eszmei értéke. Na, tessék. Összetört. Szóval bármit. Csak az a fura egyébként, hogy amúgy ebben az épületben is lehet vásárolni ilyen befektetési arany tömböket, és ott kapsz egy nagyon komoly tanúsítványt. Tehát amikor valaki ilyesmit csinál, akkor utána nézni, amikor vásárolsz, vagy amikor elfogadsz mondjuk fedezetként egy kölcsönnel szemben, vagy egy kölcsön kapcsán aranyat, akkor ugye ott különböző tanúsítványokat kellene, hogy átvegyél mégis. Nem feltétlenül, nem csak egy aranytömbről van szó, érted, amit elvisznek egy ilyen, hogy hívják, vagy skálászatorban, tudod, és akkor félsztalan rá van írva, vagy 0,95 százalékos izé, és galé tudod, hogy nagy felkiáltója rá. Szintiszta arany! De miért például Filsztól az nem gyanús? Vagy na, hát ez az. De igen, te is ezt mondod, de hogy azt, mert azt olvastam egy cikkben, hogy Filsztóra írták rá, és ez nem lett gyanús egyébként. Nem, mert alkoholos, nem jött le, amikor dörgöl. De azért, amikor így Filsztóra van ráírva, figyeljetek, ugyanaz az eset, mint a broker Marcsi, hogy annyira valószínűleg belopta az ügyfelek szívébe magát, ő is. Hát valószínűleg volt egy személyes kapcsolat. Igen, persze, egy személyes jó kapcsolat, azt mondta, figyelj, tudod, hogy ki vagyok, hát tudod, hogy aranyozunk. Na, adod a pénzt, én megforgatom, itt van biztosítékkel, itt az aranytöm. Nem akarom most eladni őket, na, tedd el. És kész, ennyi. Ugyanúgy, mint hogy broker Marcsikának milliárdokat adtak oda emberek. Milliárdokat, pacsira. Hát ráadásul itt, ebben az esetben egy évtizedek óta működő, közismert üzletemberről van szó, aki ezt a kis malmoskodást így elkövette. De hogy mindig a legegyszerűbb a legjobb. Igen. Aha. Nem? Hát nem kell túl gondolni. Fújjuk be aranyat? Tehogy fújjuk. Mi legyen? Hülye vagy. Jó a rész. Trombita rész. Legyen trombita rész. Csinálj. Könnyebb, nem baj, a könnyebb nem veszik. Ez jóval könnyebb, mint Peti az vagyok. Valami ismerős a filharmonikusnak, fúvósoknál, nem? Hallod meg, szükséged le egy 30-40 kiló trombita rész. Le kéne fújni ezeket a kis rudakat. És utána jön a második kérdés, hogy te ilyen jelet ne üssünk bele. Hülye vagy ott a Filctól. Minek? Döbbenet. Teljesen felfoghatatlan. 20-30 milliárd a kár itt, és hát azért nagyon-nagyon-nagyon sok pénz, igen. És ugye ott még vannak azért banki kölcsönök, gyakorlatilag ő körbejárta az összes magyarországi bankot, a nagyokat is, kicsiket is, és mindenhol milliárdos kölcsönöket vett föl, és ezek mind lógnak a levegőben. És a nagy bankhoz mikor bement? Ott is elfogadták a trombita fedezetnek?
Ott nem. Nem, hát amikor nem. Vissza... Ja, szinte mondan is ízét pénzt vett fel aranyért. Igen. És akkor, hogy várjál, Sanyikám, itt a belső zsebemben van még valahol, nekem ugye 3,5 kiló arany, úgyhogy azt gondolnád, akkor... Nem, ott nem. Hogy derült ez ki? Vagy ki? Hogy borult a dolog? Mert ugye, ha neked van, és te az abban a hitben vagy, hogy aranyad van, akkor az... Hogy derült ki? Azt nem is tudom, hogy ez hogy derült ki. Gondolom, valaki vissza akarta a pénzét kapni, nem adta vissza neki, és akkor bement az aranytömbbel valahova, ahol átváltják ezt cashre, és akkor ott nagyon-nagyon nevettek. Igen. Hogy kihallatszódott. Kihallatszódott hátulra. Elképesztő. És ezt ott kialakszik az által, hogy te mondod meg neki, vagy én mondjam. Ha nem, mondd már neki, nem bírom kirölgést. Szerencsétlenek. Meg hát nyilván hallották, hogy az üzletember feje fölött kezdenek átcsapni a hullámok, és akkor így meg, hogy gondolom a vállalkozásokkal, és akkor lehet, hogy utána néztek a dolognak. Hogy? Hát hogy akkor elmentek, aztán bevizsgáltatták a izét. Hogy nézzük már meg? Igen. Igen. Azért a szörnyű lehet maga a felismerés, nem? Képzeld, amikor ilyen büszkén bemész. Hogy akkor számoljuk már át, hogy akkor mennyi. Na, csak mondják, hogy trombita rész. Értem én a tréfát, csak nem annyira szeretem. Na, számoljuk ki, hogy akkor unciánként nem tudom mennyit kapok érte, hány gram, mint hány. És akkor tudod, mondták, hogy... Ezért nem sokat. 1600 forint. Bevittél. És ha van még többet is, át tudunk. Aha, igen, ugyanitt. Bevittél 4000 tömböt, igen. Hát ez nagyon... A ráharapós módszer, ez működik? Na, hogy? Csak a farkas Petinél. Ne, a tudod, a mindig. Filmekben is azon meg, amikor olimpiai hanyarad van. Tehát ha aranytömböt harapsz, akkor az más. Rezet mint a... még nem haraptam. Aha. Harapjunk meg valamit, ami részből van. Ez én sem tudom. De mindenki. A bagoly töké. De nem, én ezt úgy csinálnám, mert én nem vagyok jó vásárló, hogy veszek mondjuk egyet. Uh-huh. Aha. Azzal vagy azzal is megvezetnek? Hát veszek egyet, azt bevizsgáltatom, elviszem tényleg ilyen ultrahangra, mit tudom. Ugye, ha nem hivatalos kereskedőtől veszed, mert azért a hivatalos kereskedőtől veszed, de, akinek engedélye van azt, hogy árulja, akkor azért hát tehát az aranykereskedő nem lett bárki. Nem árulhatsz te csak úgy bárhogy aranyat. Most óra, öngyújtó, gáztöltés, esernyő, arany. Tehát azért ezt formában azért én nem csinálod. Tehát, hogy mondjuk, de bemegyek valahova, és nem hivatalos, félhivatalos, fű alatt tudjuk, hogy ki az ember, milyen cégei vannak, milyen kárt, és elviszek egyet, bevizsgáltatom, nem? Ultrahanggal megnézetem, leméretem, odaadom valakinek, aki valójában ért hozzá, vagy akár egy másik kereskedőhöz elviszem, hogy bel akarom adni, vagy nézze meg. És aztán, ha jó, és azt, hogy igen, 99% tisztaságú aranyról van szó, átvilágítottuk ultrahanggal, akkor lehet még belőle venni. Az is, hogy elsőre ad igazit, és utána megveszel egy pörönyi sárga rezet, ugye? Vagy trombita rezet. Na, de hogy mégis, hát azért ennyire azért naívnak, vagy nem tudom lenni, azért az fura, főleg, hogy milliárdosokról van szó, hát ők azért nem, biztos, hogy nem hülyék. Ennek az embernek nem volt egyébként ilyen aranyra engedélye, de volt neki, nem? Tehát, hogy ő tarthatott, meg árulhatott, csak nem azt adta. Hát szerintem ő nem árulhatott. Ő nem árulhatott. Aha. Miért? Mit hozzá rész? Egy izét, egy, jó, de most hozzá egy aranykannalat is. Ez biztos, hogy rész? Azért elég drága a fogoros. És harapdálja a kannalat. Nem, hát az, hogy ezen nem látszik semmi. Az, hogy te aranykereskedelemben vegyél részt, ahhoz azért neked kellenek hazai engedélyek, nemzetközi engedélyek, tehát azért az nem így vagy, te aha, kitalálod, hogy akkor én holnaptól aranyüzemet nyitok, és árulok, és gyártok aranyat, tehát hogy azért az nagyon komoly ellenőrzések, meg nagyon komoly engedélyek kellene. Szerintem ott, ha bejelenteném valahol egy ilyen vállalkozást, hogy aranygyártások föl is hiszennének, hogy akkor igen, kürtös kalácsek, kovászolt kenyér, arany. Hátul az utolsó ajtó, tehát azért azt így bárki nem csinálhatja, tehát azért az nagyon komoly engedélyek kellenek. Ez elképesztő. 2015-t írunk, és ez még mindig megtörténhet, nem, hogy valakit így vezetnek meg, és akkor itt tényleg nem arról beszélünk, hogy szegény kis nyugdíjasokat, meg naív embereket ugye a hétköznapok világából, hanem nagyon komoly üzletembereket, akiknek több százmilliós vagy éppen milliárdos vagyonuk van, meg kint lévőségei. Úgyhogy hát érdekes. Ez nagyon kemény. Na, egy kicsit más vizekre evezünk, de a téma hasonló, ha már a pénzről beszélgettünk. Ugye itt nem konkrétan arról beszélgettünk, hogy milyen az, amikor az ember nem kapja vissza a pénzét, bár ők nem kapják vissza a pénzüket. De talán mindenkinek van már olyan története, vagy volt már olyan története, amikor a családban, a baráti társaságban, ha nem is ezen úriemberhez hasonló csalók működnek, de mégis vannak a nagy kölcsönkérők. Ugye, hát azért ez mindenkinek megvan. A nagy kölcsönkérő. Aki ugye, amikor kölcsön kell kérni, akkor jön, aztán adsz neki, vagy nem adsz neki, vagy először adsz neki, másodjára már nem biztos.
mindent, hát hogy is mondjam, összehord, hazudik, csak hogy megsajnáld, aztán évek múlva, hónapok múlva viszont neked kell menned a pénzed után, megpróbálni visszakérni, visszaszerezni, miközben látod, hogy ő egyébként lehet, hogy jól él, lehet, hogy új autót vett magának, a családjának, éppen utaznak, neked pedig százezrekkel, milliókkal tartozik. Nincs olyan ember szerintem, akinek nincs kölcsönkérős története. Zominózus barát, a felbukkanó ismerős, egy régi családtag, aki megjelent kölcsönkért, azóta se nagyon tudsz vele beszélni, vagy a közvetlen környezetedből tényleg olyan családtag, aki testvér, nővér, báty, és megromlott a viszony, mert volt egy bizonyos kölcsönkérés, de az illető különböző kifogásokra hivatkozva nem akarja visszaadni. Na, hát mindenki szalad szalad a nővéred. Ne, ő nagyon rendes, ne, a pedagógus a... fizetéséből. Ó, te. Hát, adjál kölcsön, megadom. Az ember... pedagógusnak elve nem ad kölcsön az embernek. Hát, miből adnál vissza? Jó hiszemű vagy, segíteni szeretnél, magadból indulsz ki, és azt gondolod, hogy te valószínűleg nem csinálnál ilyet egy másik emberrel, hogy nem adod vissza, ezért adsz neki, és aztán a büdös életben nincs esélyed arra, hogy újra, hát a kezedbe vedd az általad odaadott összeget. Mindenkinek olyan, olyan precízen vázolod ezt a jelenséget, hogy én picit azt érzem, hogy, hát, hogy esetleg vannak tapasztalatai. Szólíts Baleknak. engem nyugodtan. Én gyerekek, hát egy... Oh. Sok van kint? Van is, marad is. Nem is jön már vissza. Vissza se jön. Az a jön, egy idő után azt mondod, hogy minden ajándék, amit visszakapsz. Igen, tehát, hogy már lemondtál róla, és hogyha valahonnan beesik egy kis pénz, mert már egyáltalán nem számítasz rá, akkor tök jó, feldobja a napot. Te érzed rosszul magad attól, hogy jó fej voltál és kölcsön adtál, mert lassan egy idő után már azt érzed, hogy neked ciki rákérdezni, hogy mikor adod vissza. Nekem a legszebb ilyen az volt, akinek kölcsöntem, és azt mondta, hogy figyelj, ne hány torgass már fel, annyira rosszul érzem magam, fel hány torgatni, 5 éve adtam kölcsön. Ne hány torgass fel, és most még kicsit leszúrt. Igen, és most kérdezem meg 5 éve elteltével, hogy nem akarod visszaadni azt a pénzt? Hogy lehetsz? Tényleg ne hány torgass már fel, nem látom. Ne legyen már ilyen szív. De mondom, nem, már csak megkérdeztem, hogy esetleg. Bocs, elnézést, hogy ennyi szól valamit, hogy kiengeszteljen. Vagy adjak-e még? Ha most lehetne egy kívánságom, és azt mondom, hogy a kiadott összegek fele legyen most itt KP-be, akkor elengedném a másik felét. Igen? És nagyon pesgőznék? És nagyon boldogok lennék. És brutális lenne a hétvége, és domperi nyomba fürdeni élte, meg szamár tejet innál. Hát akkor... Szamár tejet. Szamár tejbe fürdeni élte, meg domperi jónak locsolnának. Tehát 50% befolyó kessé, 50% elmegy, 50% most itt egy aktatás, hogy legyen itt, amit én már odaadtam, Balek voltam, megsajnáltam, kértek, pont azokat az érzelmi húrokat pendítette meg. Volt olyan is, aki sok év után teljesen váratlanul bukkant föl, és adott vissza egy szabad szemmel látott összeget, amikre én már azt mondtam, hogy figyelj, tök jó, én ezt már elengedtem. Tehát már meglepő, hogy fölhívtál. Egy fémszázos szabad szemmel látott. Tehát voltak kellemes meglepetések, de hát ezek nehéz pillanatok. Erre egyébként, hogy ott valaki téged ismer, és tudja, hogy ez a hozzáállásod dologhoz, akkor erre lehet is már játszani. Sokat változtam. Én például azt csinálnám, hogy kölcsönkérnék tőled egy nagyobb összeget, utána pedig kibekkelném azt az időt, amíg te még várod, hogy visszaadjam. Utána előbb vagy utóbb eljön ez az időszak, amikor már a felével is megelégednél, akkor pedig a felét visszaadnál. Tehát te is benne lennél a másik felével pedig boldog lenne, és utána pedig ki is békülnénk, és tök jobban lennénk egymással, mert a felét visszakaptad, aminek már örülsz. Nem, ezen én változtattam egyébként, mert egy időben azt gondoltam, hogy persze kötelességed mindenkit segíteni, és tényleg boldog-boldogtalan jött oda kölcsönkérni, és az ember ad. És aztán más fordítottam a dolgon, és azt mondtam, hogy akik jönnek, és még nem családtag, nem barát, nem olyan ismerős, akinek azért az ember próbál segíteni, akkor ő azért jön, hogy felkészítsen, illetve megtanítson téged arra, hogy igenis merjél nemet mondani. Aha. Mert ugye a kölcsönadás több dologról is szól. Egyrészt, hogy segíteni szeretnél, de nyilván ez egy ilyen ego magyarázat, hogy persze adok, mert olyan jó vagyok. De a rosszabb az, hogy egyébként nem mered neki azt mondani, hogy figyelj, nagyon sok kint levőségem van, nem szeretnék kellemetlen dolgok, én nem adok kölcsön, én egy ilyen pali vagyok, a szűkebb családnak igen, de ne haragudj, nem. Mert azt legalább ugyanúgy meg kell tanulni egyébként kimondani, és jár egy bizonyos pillanatbeli konfliktussal, amikor ezt így megmondod neki, mint hogy szívod a fogad, jaj, akarok neki segíteni, és inkább adsz. Most már kérje kölcsön? Figyelj, csak az van, nem. Hogy most ki... Jani? Te de ezt már olyan jól csinálom, gyerek, hogy már néha magam is meglepődöm. De persze nyilván nem azt jelenti, hogy az ember nem segít. Csak egyszer tudni kell különbséget tenni, és igenis a nem kimondásának a megtanulása legalább olyan fontos, mint hogy elhitesd magad, hogy te olyan jó ember vagy, mindenkinek segítesz. De hol hajlasz nem. Meg? Folytassuk, hogy mert az van, hogy a gyereknek ott
Ja, hogy te jössz a gyereknek? Ne, hát, hogy a gyereknek. Azért nem, hát ez nyilván függött, hogy milyen nexuszban vagy. Sírjál már, soha, sírjál már! És csavarom a fülét. De nem tudok most sírni, nagyon sokat ettük az előtt. Olyan kürtös kalácsot vertem be, hogy nem bírok sírni, apa. Sírjál már, mondd, hogy ilyes vagy, mondd, hogy ilyes vagy. Nem, hát nyilván ez nem esettől függ, hanem attól, hogy ki az illető, ismered, mióta ismered. De tényleg, a nemet mondani, az legalább ugyanolyan nehéz megtanulni. A másik, amit szoktam csinálni, hogy azt is megtanulni, ez egy nagyon jó módszer, hogyha valaki többször jön kölcsönkérni, és mindig megadja, de mindig jön, és mindig kölcsönkér, akkor úgy lehet nagyon elegánsan szerintem leépíteni, hogy azt mondod neki, hogy oké, adok neked most utoljára, ha akkor összeget kér, tehát nem 100 000-ből 50 000 forintot kér kölcsön, akkor adok neked most utoljára, és arra szeretnél kérni, hogy ezt ne is add nekem vissza. Tehát ezt neked adom. Csak ne kér többet. Ne add, odaadom, és ne add vissza, ne gyere, ne keresd. Ezt tudja, hogy megjátszom. ez nekem nagyon tetszik. Jani, és azzal adni? Abban a pillanatban ő azért ott rájön, hogy egyrészt nem tudsz többet jönni. Aha. Kettő, hogy azzal az utolsó összeggel, amit te adtál neki, és most tényleg nem, hogy adjál, hogy 8,5 millió forintot, mert olyan 25 lábos néztem ki a Balaton a Zalátban kikötőben, hogy megőrülsz. Tehát tényleg is már unod és sok és kényelmetlen dolog, azt mondja, hogy igen, rendben van, ne add vissza, de arra kérlek, hogy soha többet. Aha. Ne. És nem jön többet. És nem jön többet. Az előtte levő pénzeket ő visszaadta? Ja, igen, persze, azért tudott újrajönni, csak egy idő után ez, és akkor tudod neki, hogy rendben van, de ne. Többet nem. Szerintem meg lehet ágyazni az extra profit. Tényleg most fél évente megyek majd Balázs nyakára, mindig egy hagy hívják, egy ilyen kisebb összeg, és mindig megadom rá egy-két hónapra, de rendesen. Bele megunja. Bemondok neki egy nagyobb összeget. Jó, Jani, de most ígérd meg, hogy többet kell. Vaj, három rész plazmát néztem ki valahogy. Ahogy gondolom. De gondolkodj el, hogy melyikkel tudsz nagyobbat szakítani, az 50%-ossal, vagy ezzel? Melyikkel tudsz ezzel nagyobbat. Ezzel nagyobbat. Ez jobb. Igen. És akkor az 50%-os még mindig ott van. Én Balek vagyok. Én néztem végig úgy, hogy együtt edzettünk, én kölcsönadtam neki, ő azt mondta, hogy nincs pénze, de megadja, kiment, és beleüt egy vadi autóba, úgy ment előtt, hogy így álltam, de hülye vagy, Bali, úristen, de én mindenen átmentem már. Tehát, hogy tényleg az ember ezt is be kell tanulni, kezelni, és tényleg nem tudom. Bali, nem tudom visszaadni, áll a hajóba, áll a házba, áll a kocsiján, ha most mi? Ha mit csinálja? A kutya fáj, hát most mi is meg vagyunk szorulva. Hát most vettük meg ezt a csodaszép autót, beleülsz, kipróbálod. Vertessem ki a szilikolog. Na, drága hallgató, kinek milyen ügye volt már kölcsönadásról? Jó, mit mond a rokon, hogy menekül, van-e olyan testvér, barát, szülő, ne adj Isten, aki meglát benneteket és átmegy az utcán a másik oldalra, vagy ha találkoztok vele, akkor mi volt a legmegdöbbentőbb kifogás, amit hallottatok arra, hogy valamiért ne kelljen visszaadni a kölcsönadott pénzt. Várjuk az SMS-eket, jó, SMS számunk 0670-645-0000, jövünk a hírek után. Háromnegyed 9 lesz 4 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És a kölcsönkérésről beszélgettünk, illetve pontosabban arról, hogy milyen az, ha az ember nem kapja vissza a pénzét, ugye, mert hogy kirobbant egy nagy ügy, aminek igazából a hátterét szerintem soha nem fogjuk tudni, hogy ezről most tudták, vagy nem tudták, hogy aranyat kapnak, nem aranyat kapnak, csalás, nem csalás, pénzmosás, nem tudjuk, hogy mi van a háttérben. Csak arról beszélgettünk, hogy milyen az, amikor az ember tényleg ugye hát aranyhamisítókkal találkozik, és trombita rezet kap, és valószínűleg soha nem látja a pénzét. Ha erről van szó, hát ezt írja a sajtó, aztán nyilván egy csomó mindenről szólhat ez a dolog. Minden esetre a soha nem látott pénz, az pedig ugye kölcsön adás formájában is elkerülhet tőlünk. És hát a témánk az, hogy ha kölcsön adsz és nem kapod vissza, akkor milyen kifogásokat hall az ember, és mit mond neki az illető. Családtag, barát, ismerős. Hát dőlnek az SMS-ek, úgy látszik, hogy azért ez mindenhol egy érzékeny pont. És mindenki adott már kölcsön, és a legtöbb ember valahogy megégette magát. Szinte mindenki, kivétel nélkül. Mindenki, és ugye tényleg az van, amit te mondtál, hogy a hülye kifogások vannak meg, hogy így nem is érted. Hogy még kell hazudni, legalább mondasz, hogy figyelj, nem tudom visszaadni. Figyelj, nem akarom visszaadni, mert látom, hogy neked meg amikor menekül előled, amikor konkrétan bujkál, átszalad az utca másik oldalára, felugrik egy villamosra, stb. Tehát, hogy letagadja, meg tagadtatja magát. És utána hívod, és azt mondja, az nem én voltam. Nem, hogy is, nem vagyok, kerületet, én akkor nem voltam. 8-ban vagyok. Nem, az én hangomat hallottam. Igen, Figyú Balázs, hagyjuk a játékot, meg a bögrét, tudsz nekem kölcsönni egy optika nélkül látható összeget, és akkor időt spórolunk a kérgetésre. 2 év adtam kölcsön 20 000-et a szomszédnak fűnyíró javításra. 2 hete mentek nyaralni, induláskor, ez 2 éve volt, 2 hete mentek nyaralni, induláskor kérdeztem, hogy a 20-assal mi zű. A válasz, nagyon sürgős.
most nyaralni megyünk. Két éve adta. Na, szóval ez a szemtelen, érted? Igen. A kölcsönadott pénzémre mindig úgy tekintettem, mint lekötött pénzre, amit legalább nem tudok elkölteni. Nyilván csak azt adom kölcsön, ami nekem épp nem hiányozna, mondjuk egy bankbetétnél. Bár kamatot sosem értem, mégsem rosszabb üzlet, mint egy butakeses vagy egy kvesztoros befektetés. Ja, hát igen. A butakeses sokkal nagyobbat buktam, mint bármelyik kölcsönömmel. Írja nekünk egy hallgató. Én kicsi Dagi öcsikében tömtem pénzzel, míg ő Pesten gimis volt, én már dolgoztam. Mindig hívott, hogy éhes, nincs pénze, persze főleg bulikra kellett, már dolgozik, jól keres, kérdezem, hogy mikor kapok vissza legalább valamennyit. Ő csak ennyit mond. Engedd el, nem érgezzen. Jó fej. De jó. Ez jó. Engedd el. Engedd el. De húsz egy kilóval. Engedd el, nem érgezzen. Rámész. Hallod, csak rámész az idegeskedésre. Most miért kell? Jó duma, engedd el. Engedd el, nem érgezzen. Nem kell. Engedd el, nem érgezzen. Az élet császár. Peti küldte nekünk Bajára. Öcsém az esküvőnkre készülve kért kölcsön, hogy tudjon nekünk ajándékot venni. Azóta se tudta visszaadni, ír egy hallgató. Tőlem az unokatestvérem kért 120 000 forintot 5 éve, azt mondja, nem tudja megadni, meg nekem úgy sincs szükségem rá, ha annyira kell nekem a pénz, akkor kérjem el a szüleitől. Megdöbbentően pofátlan. Marci küldte nekünk. Én a húgomnak adtam 130 000 forintot 4 évvel ezelőtt, talán 30 000-et, ha láttam belőle, mindig a gyerekekkel védekezik, hogy emiatt nem tudja megadni. Volt főnököm több hónapos kérdezgetés után is állította, hogy jelenleg nincs pénze megadni a 200 000 forintomat. 3 nap múlva a Facebookon posztolta, hogy imádja az új BMW X5-ösét. Én is imádtam. Azóta sem adta meg. Na hát ez szép. Igen, ismerem az érzést. Tudom, mikor valaki tartozik neked, és aztán látod, hogy autót vesz. Igen, hát van ilyen. Hát legalább van nyoma. Hát tudom, az elsülés, a tiéd is. Igen, egy kicsit. Az anyósülés, bármikor beülhetsz, abba kicsit benne vagy. Igen. Holnap megmutatom, holnap és elviszi egy kaszinóhoz mondjuk. Tehát, hogy az már kellenetlenebb. Az autó az mégiscsak valami, az legalább egy értékes tárgy. Legyél büszke, hogy társtulajdonos vagy. Az új Verdában. Vigyázzál az a kocsi, az enyém is, nehogy összetörjél. Látod a kocsit, ettől a két üléstől hátrafelé a tied. Kollégám évek óta tartozik 3000 forinttal. Ha beszélgetünk, és a hármas szám szóba jön, mindig jó erősen hangsúlyoz. Három ezer forint, igen. Azt mondja, hogy az egyik barátnőm bátyának adtunk kölcsön 50 000 forintot, mikor fél év után nem adta vissza, és rákérdeztünk, hogy lassan nem akarja visszaadni, kiborult, hogy ajjaj, komolyan, pont most. Pont most, a pont most is jönnöm. Most akartam kicsit félretenni. Ez mondjuk tudod. Tehát engedd el, nem érgezzen, és a pornost adjam vissza. Most akartam félretenni. Eddig ez a kettő vezet. És kicsit jó, le is szól. Ez jó duma. Pont most, nem áll. Na most akartam félretenni, ne legyen melyen szigorú. Sógoromat kiosztam a sitről, 60 ezer volt. A nővérem meg azt mondta, hogy 2 hét múlva visszaadja a gyerekem, hogy a gyerekem életére esküszik, ez volt 4 éve. Nem nagyon beszélünk, Tomek küldte nekünk. Egy ismerősöm apja kamatra adott kölcsönt a gyerekeinek. Az is érdekes. Ismerte magát, és az alma nem esik így messze van, a fáját. Tiszta ügy. Ez a kamat kérdés is egy olyan nehéz dolog, nem? Mennyit kérsz vissza? De nem, hogy mennyit kérsz, hogy bemondja, hogy kamatot kérsz. Én sosem mondtam, nem? Én nekem ehhez nem volt pofám. Figyelj, adok kölcsön 100 ezeret egy évre, vagy, de adjál vissza 110 ezeret majd egy év múlva. Tehát valahogy ez nekem így nem. Mert kértél már kamatot? Dehogy is. Ugye? Dehogy hát is nem. Dehogy is nem. Hogy kiszámolod, és akkor kérsz rá kamatot. Persze. Baráttal, aki ismerősnek, ez annyira pofát. Nem? Bankba is betehetném, biztos kell neked? Érted? Aha. Hát de segítesz, akkor úgy segítsél, hogy ne kérjél plusz pénzt. Nem kérsz papírokat, nem kérsz jövedelem igazolást a bank, meg igen. Na? Végtörlesztésre. Is az vagy csak a barátaim. Aztán hozzád kell mennem. Végtörlesztésre adtam a tesómnak 7 milliót. Másnap bement befizetni a kezdőt egy új Swiftre. Ennyi. Aki hülye, az is már. Valószínűleg 6 volt a végtörlesztő, egyet még rákért, és abból lett úgy. Igen, családom belőle a legjobb. 7-ből nagyon jó Swiftet kapsz. Tehát az egy 19 szolos alufelni, brutál peres gumi, 4 kifogó, 6 hátsó szárny, 1-3 GTI, tehát abból már valami nagyon, nagyon brutált veszel. 7-7-ből, igen. De így egyébként családom belőle a legnehezebb szerintem. Mert ott tényleg mit kezdesz egy olyan érvel, hogy most komolyan, igen, a testvéred vagyok. Most komolyan vissza. Hát meg a visszavad, amikor visszakéri tőled. Vagy te vissza akarod tőle kérni, és most komolyan.
De most hogy csinálod ezt? Hát a testvéred vagyok, nem egy idegen. Igen, az a legkeményebb, amikor valaki úgy terheli rá, hogy kicsit még felháborodik. Igen. Tőlem a barátom kért pár ezret, majd hogy holnap visszaadja. Azóta eltelt egy év, még mindig nem adta vissza. Minden nap találkozunk, ha szólok neki, akkor látom rajta, hogy nem tetszik neki, hogy szóltam. Emiatt köztünk már van némi viszály. Üdv, Krisz. De pár ezer forintot egy év alatt nem visszaadni, nem? Hát most érted, ő is dönts el, hogy mi fontosabb neki, a pénz vagy a barátság. Igen. Saját nővérem kért kölcsön. Három évbe telt, mire visszakaptam, de úgy, hogy én lettem a szemét alak, amíg ő Spanyolországban nyaralt. Ugye? Ezt ti küldtem. Hát mert milyen rossz nyaralás az, hogy közben kapod az SMS-t, hogy mikor adod vissza a pénzem. Nem? Tök nyomasztó. Hát te tényleg terheled. Komolyan, személy. Tényleg ott hogy Malagán érted. Valahol. Nem? Most jön az SMS, hogy tartozol 50 ezerre. És ott miért hagyjuk, már olyan piti jáner. Igen. Pár hónapja kölcsön adtam 40 ezeret. Eddig reménykedtem, hallgatom a műsort, most minden tovább. Szegény, bocs. Hát, a pár hónapja adtad, igen, attól függ, hogy miben maradtatok, de ez lehet, hogy elúszott, igen. Van egy barátom, csak akkor hív, ha pénzre van szüksége, hóvégén mindig megszól a telefon, nem veszem föl. Mindig csak annyit írok vissza, mennyi kell. Azért ez is milyen szép, igen. Ismerősnek 36 ezeret adtam kölcsön egy éve, ünnepek előtt találkoztunk, rákérdeztem a pénzre, válasz, most karácsony. És mindig és van tényleg. Valami. Mindig van valami. Most karácsony van, igen. Ah, ezek szép történetek, igen. Egy ismerősöm 5 éve lóg egy darab ezressel. Azóta hetente minimum 3-szor találkozunk egy kocsmában, ahol mindig kitalál valamit, hogy miért nem tudja megadni, de mindig meghív 2 fröccsre. Nekem így jó. Azért már túl vagytok az ezressel. Tényleg. Ez jó pofa, ez játék. A bánat fröccsök, persze, ilyen engesztelésképpen. Mennyi most egy fröccs? Attól függ, miből iszod? Na, átlagos ár. Átlagos ár, hát nem tudom, milyen kocsmában járok, mondjuk 150 évvel lehet kapni, jó. Biztos. Na, nagyon jó. Tehát szerintem túl vannak az ezeresen bőven. Hát nem egy könnyű élethelyzet. Igen. Köszönjük szépen az SMS-eket, dőlnek még mindig, csak hát megyünk tovább a játékkal, de hihetetlen sokan. Mindenki. Igen, mindenki megjárta már ezt a dolgot. Játszunk hármasugrást, már itt is van a játékosunk. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! A legjobb. Havernak fél éve adtam egy 10-est. Szóltam neki, hogy mikor adja vissza, erre ő élj a mának, ne bolygassuk a múltat. Ő is jó az. Ez az engedd el, mit, hogy engedd el, ne nyomasszon. Így van, nem érgezzen. Engedd el, nem érgezzen, nagyon élj a mának. Élj a mának, ne bolygassuk. Mire? Ki adott kinek kölcsön most? Halló, jó reggel! Halló, jó reggel, Tomi vagyok. Tomi, hello, honnan hívtál minket? Én Nyírbogdányból hívtalak bennetek. Nyíregyháza mellett. Nyíregyháza mellett. Nyíregyháza. Na jól van. Oké, milyenek a kérdések, Jani? Szerintem menni fog. Most azt érzem, hogy azon a levegőben, hogy végig fog rajta dübörögni, hasítani. Nagyon remélem. Van segítséged, Tomikám, vagy egyedül vagy? Van egy segítségem, igen. Mit csinálsz? Mit dolgoztok? Ó, hát semmit. Éjszakás voltam. Akkor mit csináltam? Villanyszerelő, de kocsmában vagyok. Nagyon jó, jó idejű. Hogy zárja a napot az ember? Hát most érted, vagy kezdve. Levezetés. Gyümölcsnapot tartasz, Tomikám? Nem, sör. Sörnapja, azt hittem, hogy gyümölcsnap van, két szíva is. Nem pálinkázom. Nem pálinkázom. Majd télen. És éjszaka véget ért a műszak, és gondoltad, hogy hajnalban egy lefekvőssel zárod a napot. Hát úgy, ja. De jó is az, jó is az. Te is gyakorló vega vagy, csak a maláta, csak a komló. Na, én nem zabozom. Pedig jó az. Na figyelj, mehetünk? Így van. Így szól az első kérdés Morning Show-s nyakbalkasztóért. Hogy hívják a Dzsungelkönyve című Kipling mű fekete párduc hősét? Bagira. Bagira is van. Jó, nehéz a második, menjünk tovább. Mindenféleképpen. Igen, most kivételesen megcserélném. Mit mond a hármasugrás írója? Hogy a másodikat tenném a harmadik, mert a második nehezebb, mint a harmadik. Úgy érzed? Uh-huh. Akkor legyen. Cseréljünk. Itt szól a második kérdés. Melyik labdarúgó csapatból igazolt a Real Madridba Cristiano Ronaldo? Melyik csapatból ment át a Madridba? Aha, már jön a válasz. Haverok. Real Madrid most, Cristiano Ronaldo. De honnan ment? Manchester. Így van. Manchester United, így van. Vannak még a kocsmába. Hallottam, női hangokat is hallott. Ő a pultos kislány volt, vagy szintén? Igen, pultos kislány. Pultos kislány. Bármit bemondtál volna, mit mond? Rapid win! Pultos kislány. Manchester rajongó, vagy Ronaldo rajongó?
Hát inkább Ronaldo. Inkább Ronaldo rajongó. Jól van. Mehet a harmadik kérdés? Mehet. Baseball sapkáért, ja nem, óráért, így szól a harmadik kérdés. Melyik hazánk a szomszédos ország zászlaján látható egy címerpajzs kettős keresztel? Ez tényleg könnyes, pénteki. Hát emlékszem, kérdés. Múltkor is, hogy ültünk kint a szerkibe, és elbeszélgettünk a címerpajzsokról. Rákérdezhetek? Hát nincs nagyon más választásod. Szlovákia? Így van, jó vagy. Pontosan így van. Jó vagy. Egy címerpajzs kettős keresztel. Most, hogy másik kolléga segített. Na, nagyon jó. Tomikám, három körrel többet hívott, mint én. Igen. És eszébe jutott, mi? Már jobban fog az agya. Figyelj. Ez is bizonyítja, hogy a kocsma az egy multikulturális olvasztó tégely. Abszolút. És a bagirára büszke lehetsz, azt te tudtad. Tehát, hogy azért te is hozzátettél ehhez. Megadtad a kezdőlökést. Örülök neki nagyon, hogy sikerült. Jó. Köszi, küldjük neked. Jó, köszönjük. Sziasztok. Adsz valamit a többieknek? Persze. Most adok. Uh-huh. Mit? Most adok. Hát, amit nem tudom. Szétosztjuk, kinek mit kell. De nem csak az én érdemem. Úgyhogy... Uh-huh. Igen, ezt éreztem. Egyedül elvéreztem volna. Kínált körben fogpiszkálót tartom. Köszi a játékot, ciao. Köszönöm, sziasztok. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Ügyesek voltak. Jók voltak nagyon. Jók voltak, pedig azért a harmadik kérdés tényleg nem volt könnyű. Mindig mondtam, hogy a kocsma kultúra alapja, hát. Érted a fellegvára. Nézd meg, micsoda emberek voltak. Címertamban. Minden ember ott voltak, érted, ott voltak irodalomban, ott voltak heraldikában, ott voltak sportban. Hát basszus, egyszerűen megfoghatatlanok voltak. Na igen, igen. Na, péntek van, ezt tudjuk, ugye? Így jó van, hír. Így van. Na, mire akarsz kiukadni? Hogy holnap szombat. Nem, ugye elindítottunk mi egy rovatot próbajelleggel kb. 3 héttel ezelőtt. És nem várt sikert aratott ez a dolog, olyannyira, hogy nem is tudtuk igazából az összes kérdést megválaszolni, és azóta is folyamatosan jönnek a pénteki rovatunkhoz kapcsolódva, bár az csak egy próbaüzem volt. Igen. Némi kis gépzajjal, ugye, ahogy ezt hallottuk mostanában. A dolog pedig arról szól, ez a rovat, hogy péntekenként, mi ezt elterveztük már egy két héttel ezelőtt, hogy tartunk a péntek utolsó egy órát egy ilyen hallgatói, közszolgálati fél órának szenteljük el, ami arról szól, hogy nem mi vetünk föl témát, nem mit találunk ki, vagy hozunk be valamit, hanem egyébként lépten-nyomon úgy is megállítanak ezzel-azzal bennünket, meg kérnek tőlünk tanácsot e-mailben, telefonon, Annát is hívják, vagy SMS-ben. Ugye ezeket mi nem tudjuk beolvasni, miről mi a véleményünk, szóljunk hozzá ehhez ahhoz, de hát van egy műsor menet, és attól azért nem nagyon szoktunk eltérni. Viszont pontosan ezért, mert hogy egyre nagyobb volt a nyomás rajtunk, ugye kitaláltuk, hogy legyen egy olyan rovat, amikor is a hallgató kérdezhet bármit. De tényleg bármit. Tehát nem szabjuk meg, kivéve azon dolgokat, amivel ugye mi nem foglalkozunk, mint a politika. De azon kívül bármit, a gyermekneveléssel kapcsolatban, az napi problémájával kapcsolatban, közéleti kérdéseket, ami szeretne, vagy amiben szeretné, hogy mi egy kicsit segítsünk, és megválaszoljuk neki. Hát, vagy megpróbáljunk segíteni. Vagy megpróbáljuk segíteni, de ez tényleg szerteágazó lehet, tehát bármivel kapcsolatban kérdezhet, ami őt nyomasztja, érdekli, vagy csak szeretne mondjuk tanácsot kérni, vagy nem tud valamilyen ügyben eligazodni. Komoly és komolytalan kérdéseket egyaránt. Komolytalan kérdéseket. Igen, ezt két héttel ezelőtt elindítottuk, rengeteg kérdés jött telefonon, rengeteg kérdés jött SMS-ben, és azóta is nagyon sok e-mailt kaptunk a morningshow@classfm.hu-ra, hogy állandó lesz a rovat, miért nem csináljuk, és hogy ezt mennyire szerettétek. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy legyen, tehát meghajlunk a nép akarat előtt, ha ezt szeretnétek, nekünk ez jó, tudunk okosat mondani. Egyébként is szoktunk. Azt tudunk. Nagyon. Csak azt tudunk. És egy, ha fél óra szólhat a hallgatóról, abban az értelemben, hogy tényleg azért legtöbbször kiszolgáljuk őket, persze így is rólatok szól a műsor, azt gondoljuk, de egy fél órát átadhatunk úgy a műsoridőből, amikor nem egy megadott témáról beszélgetünk, hanem egyszerűen ti irányítjátok a témát, és ti mondjátok meg, hogy miről legyen szó. És ez a pénteki nap utolsó fél órája 25 perce, nem több, mert hogy azért nem, ne tűnjön úgy, hogy minden nap azt csinálunk, amit a hallgató akar, mintha nem lenne téma. Csupán arról szól, hogy szívesen megválaszoljuk ezeket a kérdéseket. Így van. Egy nap a héten fontos számunkra, hogy mit gondoltok, mire vagy a kíváncsiak. Nem egy nap, egy óra. És emelkedik-e az olajár egy hónap múlva, mert most padlom van. Jó? Úgyhogy a vonal valószínű foglalt lesz, mert nagyon sokan telefonáltak két héttel ezelőtt is, amikor ezt a rovatot elindítottuk.
Ha valakinek van kérdése, akár azt is megtehet, hogy SMS-ben elküldi, annának egyszerűbb, visszahívja, látjuk, hogy mit így akar kérdezni, és úgy tesszük adásba, mert ha folyamatosan hívjátok az 555-55-00-át, egy hallgató bent van, nem fogtok tudni velünk beszélni. Bármilyen kérdéssel kapcsolatban. Háló, tessék, Klassz FM, igen. Következő kérdés. Danubis Rádió, nem, ez már nem az. Nem, hát ennél azért mélyen szántóbb kérdések jöttek két héttel ezelőtt is. Úgyhogy mi is megszerettük ezt a rovatot, de ami fontosabb, hogy ti is megszerettétek, és azóta is erre igény van, érezzük a visszajelzésekből, levelekből. Úgyhogy ezzel folytatjuk. Jó, 2 perc van, pontosan 9 óra. Lehet kérdezni, mi pedig jövünk Ákos híre után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt, pontosan 12 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, egy igazi kis parti himnusz. Egy parti himnusz után itt vagyunk, az volt. Jaj, mennyit bulisztam rá annak. A partiról partira, mi is mindenütt ezt kérted. Látom, ahogy te egy félmeztelenül egy ilyen szórakozó, egy pólódat a magad, ilyen lasszóval, lasszó táncban ott nagyon nyomod fönt az asztalon, rázod a csípődet, és a csajok ott állnak lent, és ordítoznak. Jani! Többet adj magadból. Igen, és kiabálsz, hogy mindenki a vendégem. Jó, ez jó dal volt. Parti himnusz. Ők még vannak? Mert ez nem nincs. FAO, nincsenek? De kár. Új, tedd, nagyon. De kár, annyira vártam az új albumot. Ma azt várom, Avicii feloszoljon. Avicii? Avicii lesz valamikor kint a cigeten is. Ma van Avicii? Ma. Ez a te napod. Jó kis Avicii. Tehát gyerekek, én annyira demalszom éjszakánként, hogy nem tudom, hogy... Azért menjél ki, hát ott az Avicii miatt. Tessék? Az Avicii miatt. Az Avicii miatt. Avicii lázban égek, így van. Már ezt önmagam nem értem, hogy egy nagy színpadon egy előadó ott áll, egy ember, és tekerget valami gombokat, de szeretik a népek, persze menjenek. Tehát azt gondolod, hogy nincs jogosultsága Náksinak is, Brunelnek se? De van, de nekik csak... van, mert ők pont kétszer annyi vannak, mint Avicii. Az már zenekar. Avicii. Na nézzük a közlekedési híreket, mit írnak hallgatóink, mi helyzet az utakon. Egyébként nagyjából nyugi van, nincsenek nagy balesetek, hál' Isten, és még nem érződik az a hidegfront, ami egyébként rohamosan közeledik felén, és végre hoz némi kis felfrissülést. Vasárnap éjszaka, hétfő hajnalban éri majd a hazánkat, és a 38-ban már csak 28-at csinál. Az jó. Utolsó két hét nagyon szupi lesz. Az jó, meg hát jön még az indián nyár, nincs még vége, csak egy kicsit hűvösebb lesz, az ránk fér. Egyébként, az ránk fér. Na. A vénasszonyok nyara, ahogy szokták mondani. Kösz. A 11-es úton Békásmegyer határán, a Hadrianus utcánál sárgán villognak a lámpák. Egy gyalogos küldte el nekünk, köszönjük szépen. Nem merte aláírni, vagy inkognitóban van, vagy egyszer csak nem akarta. Ő egy gyalogos, aki elküldte nekünk, hogy ott mindenki menjen óvatosan. Nem, hogy... nem akar itt fürdőzni a népszerűségben. Nem, hát ezt nem tehát, ezért nem azért persze. Csinál. Ő szolgálja az ember társait, polgártársait. Igen. A 11-es úton Békásmegyer határán, ezt olvastam az előbb, látod? Aranyha memóriám van. 3 másodpercig tudok valamit fejbe tartani. Az M5-ös felhajtójánál az M0-ásról útépítés miatt körülbelül 4 kilométeres a dugó. Ma lesz Avicii egyébként a szigeten, csak mondom. Tényleg? Ezt is elfelejtettem. Tényleg? De miért szóltatok eddig? Miért nem mondtátok? A Szentendrei úti Aldinál elhagytam a pénztárcámat, benne volt az életem, és az összes pénzem a becsületes megtalálót keresem. Egy szobafestő, nem szoktunk ilyet beolvasni, azt hittem, hogy közlekedés bejelölte. Most már beolvastuk, reméljük, hogy meg lesz. Legalább az iratokat. Így van, ilyen esetben egyébként az sokkal többet ér, szerintem. Nem kell utána járna, nem kell szabad napot kivenned. A 10 millió volt a pénztárcádban, kevésbé. Igen, ezt nem tudjuk. És hogy mennyi volt a pénztárcád, vagy az lakcímkártya, vagy adókártya többet ér, de ha pár ezer forint, akkor abban igazad van, nem kell utána járni. Az ember megkapja az iratait, ez egy jó dolog. Igen. Pécs, Cserkut, KPM, én sem örülök, mindenki vigyázzon. Robi, Szaki küldte. Nekünk köszönjük szépen, mérnek az Andrássy úton, a Nagymező utcánál a parkoló autók közül. Ezt Gábor küldte nekünk, valamint az M5-ösön a határ felé, a 38-as kilométernél lerobbant egy autó, még mindig tart a helyszínelés és a torlódás, úgyhogy menjetek óvatosan. Csepelen a béketéren koccanásos baleset van, Billa festő küldte nekünk, valamint M7-es Pákozdi pihenőnél kamera Budapest felé.
Meddig maradtok még Velencén, Feri? Augusztus 30. Miközött hozzá én? Ez már kérdés. Az őszinte kérdések és az őszinte válaszok emberek vagyok. Jaj, de szeretnék egy ilyen rovatot. Én megmondom őszintén, örültem volna ennek a válasznak. És augusztus 30. Na, augusztus 30. De szerettem volna, ha valami, erre valami ilyen jön. A fene közöttbe hozzá jön. Te lakszod? Le akarsz még jönni, vagy mi van? Mit akarsz? Mit érdekel? Miért kérdezed, hogy meddig lehet ott nyaralni? Vagy meddig irigyeljem a Ferit? Ja, utána is tudhatsz. Tehát te úgy irítkedj a Ferire, hogy augusztustól májusig nem nagyon, és májustól augusztusig jobban. Nagyon szép a 13. kerület is, meg ahol a Feri lakik, az a hát a hú, te. Az aztán egy csoda, de hogy de azért a Velence az Velence. Velence az Velence. Egy újabb alapigas. Tényleg, Velence mondjuk például egyáltalán nem Gárdony. Na, Velence az Velence. Na. Tényleg is. Augusztus 30-én bezárató. Hát az nem zár be, de mi bezárunk. Csak csökken a vízszintje 2 centivel, mert Feri már megjövök belőle. Lejj a lábam, lejj a lábam, tudom, kisfiam, Feri kimen. Feri már nem fürdik a vízbe. Jöttök vissza. Hát lehet, mert utána is, csak ugye iskola van. Iskola van, és akkor az már macerás lenne minden reggel onnan bejárni. Sokan csinálják egyébként. Én azért ennek nem tenném ki a gyereket, hogy egy óra. Mire? Tehát 7-kor elindulsz, hogy 8-ra beér. Hát ezek most még kis gondok, majd ha bizony nagyobb lesz, és már pasizni kezd, meg majd jönnek a pasik, az a kemény. Na, az arra a van fegyvert. Arra van. Nincs. Ugye minden gondnál van egy nagyobb gond, ezt mondják. Tehát, igen, hogy most a suli kezdés, oké, most persze azt ismerkedik, oké. Majd 14 évesen az, amikor azt mondja, hogy szia papa, ő a pasi. És ott áll, mint Ahim. Vagy nem. Így van. Ott áll Jugri, vagy Hörvi az emergency. Ugye, akkor tehát, retegél majd, ha megindul csöcsben. Az. Szörnyű nektek, lányos apáknak, ez szörnyű. Én ezen nagyon sokat gondolkodom, hogy azért nekem csak egy kuki miatt kell aggódnom, ugye nektek az összes miatt. Na most már kettő miatt. Szóval most már két kuki miatt kell csak aggódnom. Nektek az összes miatt azért azt látni. A sajátodról már lemondta. Ja, eunuk vagyok, egy háremörtű. Androgyn. Egy nemtelen lény. De nem így van, hogy azért... Hát de... Szóval a szörnyű, mikor én nem tudom elképzelni, csak erről sokat beszéltem, én nálunk is a társaságban van egy-két barátom, akinek lánygyereke van, amikor majd így észreveszed, hogy egy ilyen 25-ös, 30-as pacák, férfi, kicsit csorgónyállal elkezdi méregetni a lányodat, hát azért ez... De nem lehet, hogy a korosztályából választ, hát most... Vagy és csak ráadásul egy gyerek, hogy barátodról vasz. Jó, hát legalább nem félsz, hogy valami szemét lesz az első. De nem így van? De az nagyon ijesztő. Én annyira nem vagyok kétségbe esve ismerve a panna habitusát, tudod? Tehát, hogy ott én azt gondolom, hogy ő elég domináns lesz a kapcsolatokban, ha nem lesz rendes móka este, akkor még meg is veri a csávót. Én leszek felül? Alul! Majd én megmondom, hol legyél kisfiú. Kisfiú akarok lenni. Nagy kifli lesz! Úgyhogy, hát majd meglátjuk, de nyilván izgulunk. Komolyan. Nem egyszerű történet. Hát igen, te vagy a veszélyeztetett. Az, és hát azért a világ már orientálódik bizonyos szegmensek felé, és az a baj, hogy ezek a szegmensek általában ilyen olyan ős rockerek, akiknek gyakorlatilag a testén nincsen egyetlen talpalatnyi, egy tenyérnyi hely sem, ami nincsen kivarva, és de mit vártál? 2,5-3 kilónyi testrészet viselnek, és nem a fülükben. 30 éve, vagy mit vártál majd, hogy egy bécsi filharmonikusokból fogja a dorombos gyereket kiválasztani átsó sorból? Persze, hogy ilyen embereket választhat. 30 éve ezt a zenét hallgatod. 13 éve szintén ezt a zenét hallgatja. Ha nem hallgatja, te hallgatod. Biztos megismersz, Glenn Benton vagyok a D-Side-ból. Jöttem a lányomért elvinni randizni. Svácnak egy lefelé fordított a kereszton égetve a homlokába. Azért csak pacsizdál egyetlen. Hát nem, de jó. Tűntök még ilyen aggódó szülőknek. Kicsit úgy hárítjátok ezt a problémát, hogy most így azért amerikai rockzenekarok énekesei nem fognak élni a lányodért, de még akkor nem éreztem rajtatok, hogy ezt annyira átéreznétek ezt a dolgot, hogy így. Ez pár év múlva valós veszély lesz, mikor majd tényleg méregetik már a lányotokat. Szörnyű lehet. Tudod, majd megjönnek a haverok, kérdőt megállnak majd a kocsi beállón a motorokkal, és akkor én kimegyek. Mit akartok? Hát csak elfújnak, tudod. Így azért félre söpörnek. Igen, mennyire baba. Fá! Vissza nappaliban. Na, jól van, beszélünk majd akkor erről pár év múlva. Úgy érzem, ennek a szele még nem legyen. Hát, még én ráérek, azért 6 éves a ponyesz. Igen, kicsit lehet, hogy azért. Csak ne úgy beszéljünk róla pár év múlva, hogy meglátod a lányomat a Facebookon is. De Jani, ugye már régóta nem lumáltunk már egymással, de... Nem akarsz-e áthívni? Hogy nézem meg ezt a kis poronyot? Júj, de nagyot! Hogy felcsepered? Hogy felcsepered? Nyam, nyam. Hát,
Hát én örülök, ilyen körülök, hogy egy fiú gyerekem kicsit van komolyan. Kicsit csámcsogjál ez? Kornyitok eljönni hozzá. Na, ugye ígértük, hogy hallgatói kérdések... Addig még nem a Benny miatt telefonálnak. Hallgatói kérdésekre válaszolunk, ez egy új rovat. Körülbelül 3 héttel ezelőtt indítottuk el... Az csak egy ilyen próbaüzem volt, de azóta kapjuk a leveleket, hogy tetszett nektek, legyen egy ilyen fél óra, és nem tudom, hetete hány órányi témát dolgozunk föl, legyen egy fél óra, ami rólatok szól, és próbáljunk mi megválaszolni a kérdéseket. Nemre koravaló tekintet nélkül, bármilyen kérdés, kivéve tényleg azon kevés témakörrel kapcsolatos kérdésekre nem válaszolunk, amit egyébként is kerülünk, de bármit lehet kérdezni. Ez egy nagyon jó rovat, nekünk is nagyon tetszik. Az első próbaüzem nagyon jól sikerült, hogy tényleg nem is csodálkoznánk rajta, hogyha valaki esetleg valakinek megtetszene még a médiában. Hát persze, jó működő dolog, szívesen átveszem. Tudod, hogy mi sosem voltunk rovat és téma. Nem, hát. Tehát, hogyha ezt valaki elindítja, vagy valaki kitalálja, hogy kérdésekre válaszol, nem vagyunk, abszolút nem vagyunk irigyek. Itt van az első hallgatónk. Halló, jó reggel! Halló! Jó reggel, sziasztok! Ó, hello! Férfi ember szeretne tőlünk valamit kérdezni. Attila, hello Attila! Igen, Attila vagyok, sziasztok! Annyi kérdés. Mi a témakör? Hát az állatokról beszélgetetek, ilyen állati öntudatról múltkor, hogy tudja-e, hogy ő magyar, vagy ismeri a külföldi állat a másikat. Igen. Ezzel kapcsolatban például, hogyha Pécsről én elindulok, és beszáll a fülkénbe. Komoly kérdés lesz, igen. Igen, igen. Beszáll egy légy a fülkénbe. Uh-huh. Majd egészen Pestig viszem, és ott kiszáll. Vajon ő tudja, hogy most nem Pécsen van? És elindul hazafele, vagy letelepedik. Jó, hát nagyon mennyit szoktam én ezen gondolkodni, de Attila, már most érzem, hogy nekünk össze kéne költözni. Nézd, össze kéne költözni. De én hányszor gondolkodom az állati öntudaton, és amikor a szúnyog téged megtámad, ő csak ösztönből hajtja végre, vagy látja, és azt mondja, hogy ott van valaki más, mint én most őt megtámadom, hiszen ő táplálékforrás. Vagy csak jön, mert ez sugja az ösztöne. Hm. Igen. Vagy amikor egy kis békát leválasztasz a nagy békáról, mert együtt mennek. Ezek a nagy kérdések. Ezek az élet nagy kérdések. Nálunk a kertben mennek együtt békák. De kézen fogva vagy? Ne sernyőben, persze, magassákban. És elválasztod, akkor a nagy béka rájön, hogy hiányzik a kis béka, elkezdi keresni, és a kis béka is megéli az anyja hiányát, és hiányzik neki az anyja? Aha. Mert a nyulaknál, a lovaknál lesz mondjuk átélet. Igen. Igen? Igen. És boldog, amikor meglátja, és azt mondja neki, szia mama. Ja, amikor visszaviszed? Igen. Kurúgy, porony. Na de nézzük a kérdést. Én azt gondolom, hogy a légy nem tudja. Nem tudja. Ilyenfajta öntudata nincs a lénynek szerintem, hogy azt mondja, hogy ez nem Sopron, ott ismerem a tűztornyot, többször körbe repültem. Ez viszont a halászbástya, valahol egész máshol vagyok, és elindul az egyesen Csorna irányába, tehát azért ezt így nem gondolná. Szerintem biztos, hogy tovább megy, mert ez egy légy esetében ez a távolság már migrációnak számít, és biztos, hogy nem fog. De ő át tud repülni egy kerítésen, nem? Ja, hát azon át tud menni mindenki. Nem akadály. Ez egy jó kérdés. Azt szerintem látja, hogy a környezet nem ugyanaz, csak nem biztos, realizálja, nem csinál, vele, nem csinál vele semmi. De miért, ha egyébként egy légy találkozik egy szúnyoggal, akkor ő tudja, hogy ő egy másik állat? Vagy csak azt látja, hogy repülünk ketten? Anya, vagy te meghisztál, mondja a szúnyog. Vagy van légy öntudata, ugye? Hát ez is egy örök kérdés. És tudja, hogy egy másik állattal repül? Mit tud a légy? De olyan érdekes kérdések, nem fogjuk tudni. Sokat nem szerintem. De a légy esetében szerintem, hogy is nem a hely a lényeg, hanem a kaki. Hogy? Hát, hogy találjon belőle eleget. Na igen. Igen. Attila, hát ez nagyon elvés kérdés volt. Átütő szép kérdés. Köszönjük. Köszönöm. Ciao. Hello. Tényleg érdekes ez a dolog. Zsolti, itt van velünk, Zsolti. Sziasztok. Hello, Zsolti. Szia, Zsolti. Hát nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy mi lenne, ha Janit meg téged kereszteznénk? Ha Janit lenne a gyerek, vagy kopasz esetleg? Tetszik, hogy annyira komolyan veszitek ezt a rovatot. Tetszik. Komolyan mondom, tetszik. Mi lenne, ha bennünket kereszteznétek? Igen, magasságotok például átadódna. Hát attól függ, hogy kinek a génjei erősebbek. Ugye a szülőknél is az számít, hogy kinek a génjei erősebbek. Ha a női gének erősebbek, akkor inkább az anyára de most. Na, akkor melyik őtök a nő? Én szerintem Jogos. Jani erős génekkel rendelkezik. Szerintem egy ilyen hétfőszerda péntek a net is forgóba tolnák szerintem. Tehát, hogy úgy lenne, hogy izéli, mikor ki. De egyébként, figyelj, most meg fogsz lepni, de kapaszkodj meg. Nem voltam mindig kopasz. Nem voltam mindig kopasz. Janinak nagy haja volt, és a háta közepéig ért, majdnem kis túlzással. Így van. De hát az valahova eltűnt, nem? Hát egy perce, hát így van. Megállította a hajulását. Igen. A padló. Igen. Abszolút. Kitépte Balázs ma abban az időszakban, mindig én voltam a nő. De ennyi volt a kérdés?
Pontosan. Nagyon hát most így, most ha Ferit meg téged kereszteznénk, akkor tudjuk, hogy melyik gének lennének erősebbek. Hát világos, így mindig van. Győzünk. Nem tudjuk. De ezt sosem tudhatjuk előre. Köszi, hogy elkérdezted. Nincs itt. Hello. Ciao. Hello. Igen, mert Feri született gazdatest. Befogadó állomás, hogy minden van. Igen, benne minden van. Péter, hello Péter, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel mindenkinek. Na. Egy olyan kérdésem volna, mondhatom? Hogyne. Szerintetek miért rakja ki az a drága magyar ember a körforgóból kihajtáskor az indexét jobbra? És el lehetne érni, hogy legalább azok, akik a Glass FM-et hallgatják, én nekem az is elég volna, azt kitenné, mikor kimegy belőle, és nem pedig ülne ott, mint egy magyar tarka. Mert ugye az megvan az alapvetés, hogy miért nem rakod ki, hiszen ugye neked nem is, te nem is gondolsz arra, hogy nem kell jelezned, hiszen nem fogsz vele találkozni, tehát nem, nincs baleset helyzet. Uh-huh. Ugye? Mert te egyen hamarabb kijössz. Te azért hiányolod az indexet, mert ha látod, hogy ő indexel, akkor te behajtasz a körforgalomba. Ugye? Így van, nem? Így igen, van, nem, de pedig belecsapódok, mint a nagy átlag. Mint a nagy átlag, gondolkodj a másik fejével, ő ugye tudja, hogy ő ott ki fog menni, tehát ti már nem fogtok ütközni. Úgyhogy téged ő nem érdekel. Ennyi. De ezt én honnan tudjam, bocsika? Ezt én honnan kéne, hogy hát tudjam? Ez az, persze, azért mondom, hogyha a másik álláspontot kell képviselni, nézni, akkor ő arra gondol, hogy nektek nincs egymással dolgotok, tehát nem is jelzek. De a te felvetésed, hogy tessék indexelni, az teljesen jogos. Hát arra gondoltam, hogy akkor legalább elérhetnénk azt, hogy kész, hogy hallgatja, kicsit átgondolná, hogy különben bele se bízt hajtani, ha belegondolsz, mert csak mindig vált, és csak vált. Még Miskolcon elmegy, hogy az utolsó autó, pedig Pesten vagyok. Tehát nem, igazából azért annyit nem vársz, mert látod, hogy ő merre megy. Tehát ha indexel, akkor mondjuk nyersz körülbelül egy másodpercet, mert utána ő úgyis elmegy jobbra, tehát azért nem jó. Érzem annyira azért ezt neuralgikusnak. Én igen, ezt nem egy autót, mert be is jön Balázs, de én például nem avval járok, tehát nekem tök jó volna a 19 méterre, mert belebírnám húzni a rohadt körforgalomba. Úgy értem, azért itt van némi frusztráció, igen, hogy a 19 méteren. Mert én bevallom férfiasan, tudom, hogy sokaknak bántja, vagy szúrja majd, mert én se indexelek. Én egyszerűen ott nem tud, valamiért. Nem kérem magam. Tényleg nem. De megállítod a körforgalom, azt de azért hát lett kitalálva. Én ilyen vagyok, én nem indexelek, bocsánat, tényleg nem. Hát a körforgalom, azért lett kitalálva, én bemegyek a körforgalom, és két kiárattal alig már megyek ki. A többség nem indexel, legyünk őszinték, hát most megint azért úgy néztek rám, mint nem tudom, olyat mondtam volna, úristen, ezerből egy. És én elindulok kifelé, de hogy látja, hogy már nem fordulok körbe, nem megyek ki, és a körül már indulhat, tehát ezzel azért picit nyer. De én nekem annyira rövid a bent töltött idő, hogy én elfelejtek egyszerűen indexelni. Tehát megyek, tudom, hol akarok kimenni, és kimegyek. Azt kívánom neked, legyen egy székhajód, amit húzol le a Balatonra, akarsz magad mögé, és majd akkor próbáld ki, mennyire fog idegesíteni, amikor beszeretném menni a körforgóba. Csak egy hajó legyen mögötted. És ez egy jó kívánságom volt. Egyébként tényleg. Nagyon-nagyon-nagyon rendes. Hogy kívánhattál volna ennél sokkal rosszabbat is nekem. Tehát azt gondolom, hogy egyébként ez, hogy ennyi frusztráció van benne a körforgalommal kapcsolatban, ehhez képest ez egy egészen humánus ötlet volt, hogy legyen mögém kötve, nem tudom, egy 26 lábos hajó, és menjek éppen a Balatonra. Tehát nagyon-nagyon rendes vagy. Na, de és nem azt mondtam, hogy a jócskás ilyen két tengelyes után futott a levassal, látom, mondottam volna. Igen. Jó, hát ez lett volna. Köszönöm szépen. Jogos. Abszolút. Jó, próbálunk indexelni, ha elmondtad, aki magára veszi, remélem indexel. Én is próbálok. Legalább megpróbálom. Jó? Köszönöm, sziasztok. Hello. Köszi, ciao. Őszintén te igen, te pedáns módon bemész, kihajtasz indexel. Egy ilyen stréber. Hát jelzed a közlekedőt, azt azért találták ki a körforgalmat, hogy dinamikusan keresztül lehessen haladni a közlekedésen, és te, aki nem indexelsz, ezt a gyönyörű ideát teszed tönkre. Jani szánakozott tekintete. Nem, tök egyértelmű, amikor én elhagyom a körforgalmat, hiszen nem mész tovább. Tehát, hogy látod már az autó ívén, hogy ő megy kifelé, és mehet. Igen, ha indexel, akkor én az a pont egy fél tizedet nyerek, mert mi látom az index, elindul kifelé, és elindulok, nem nyerek vele túlságosan sokat. Csak egy negyedet mész a körforgalomba. Behajtottál, benne vagy pont. Én ide érek, és még nem látom, hogy mi lesz a dolog, de te most indultál el, tehát nekem meg kell állnom, mert lehet, hogy te tovább jössz, aztán te így gyorsan lejössz mellettem. Hát akkor megállítottál. Hagyj védje meg egy picit ebben az esetben Balázst, ő nyilván arra gondol, hogy kicsit előre nézve a jövőre, hogy majd milyen jó fog mutatni a hirdetésbe, hogy eladó egy újszerű állapotban lévő rover megkímélt indexel. Na ez a baj. Ez a baj. Ez a baj, hogy most én megint beismerek valamit, mert itt ülök két ilyen stréber, pedáns, de hát ha egyszer nyaller, mindent jól csináló, és én beismerem, hogy gyerekek nem, és az lesz, hogy na megint a bunkó Balázs, aki nem indexel. Én használom az indexet, én körforgalomban nem indexelek. Aha.
azért a kettő között van különbség. Óriás. Fú. Na. Na, hát ennyit a rovatnak. Ennyit, most megint. Jó, ezt a rovatot bezárjuk. Nem leszek mindig a rossz. Én, mert tényleg annyira stréberek, unalmasak és pedánsak vagytok, hogy ti mindent csináltok, minden tökéletesen csináltok. Én meg a surmó, aki nem minden egyszer a csak körforgal. Csak ami szóba kerül. Csak ami szóba kerül. Igen, tehát csak ami szóba kerül. Na, nézzük meg a kérdéseket, mert van, aki nem mer egyébként SMS-ben kérdezni, vagy telefonon kérdezni, és ezért kérdez inkább SMS-ben. Azt szeretném kérdezni, hogy mi a tapasztalatotok és a véleményetek a korai magömlés? Feri, tudom, hát, nekem adáson kívül sokat gyakorolni, de sokat panaszkodsz el. Kezelhető. Gyakorolni, bravo, gyakorolni. Így van. Mindig valami, amikor úgy érzed, hogy kezd el menni a vonat, gondolj valami a szexuálisra. Ez nagyon fontos. Gondolj egy traktorra. Mondjuk ez most tapasztalat szerint. Nekem ez most úgy tűnik, hogy azért ezt a rutinból mondod. Te abszolút. Egyébként ez beválik. Igen, érzek, jövök. Pálya. Igen. Ki kéne cseréltetni a kést a fűnyíróban. És már. A hajsz és megint nyerti be. Két percet. Ó, és akkor megint arra gondolsz. És akkor ki is mondod? Fűnyíró, késcsere, írd föl, Móni. De ez mindig bejön. Vagy ez csak magadban konstatálod ilyenkor, hogy gondolj valami nagy szörnyűre. Így van. Értekez lehet, vagy mit tudom én. Tehát valami olyan, ami egy pillanatra úgy eltereli a figyelmet. Igen, bármi, mit tudom én. Egy metroszerelvényre, a Hajdú Péterre, akármire. Tehát, hogy abban a pillanatban, hogy igen. Hát, de én nem akarok a Hajdúra gondolni közben. Hát de pedig ez a lényeg. Legalább 40 percet nyernél vele. Pont ez a lényeg. Aha. Pont ez a lényeg. De akkor hogy valami olyanra hirtelen, olyan a traktor, vagy bármi, ami hirtelen gondolsz, és akkor az lehet, hogy segít. És másodjára is, ahogy hallom Jánosnak, ez megvan. Mindig ugyanarra gondolsz, vagy váltogatod? Nem, valamikor a csippentős technikát használom. A Márton alatt egy kicsi. Márton! Azt alul-fölül madárfogásba kell tenni, így és van. Egy picit rányom. Így van, rányom, és jön. És meg is vagy abban a pillanatban, igen. Így van. Kedves Eri, mikor jöttök vissza Agárra a kabinos sörözőbe a kislányod baseball sapkájáért? Kocsmáros Imi kérdezi. Imikén megyünk, úgyis megyünk Tókörbe. Ez nem neked szól, Feri, hanem az imányt indítszer. Ők is mennek. Az imány indítszer, Feri az Agár, mi kabinos sörözőbe. És mi átadjuk majd. Léza, elvisznek randira. Hova megyünk randira? A Ben Four Seasons-be, vagy a Bellagio-ba, meg az a nem. A kabinos sörözőbe, Agárra. Milyen a baseball sapi? Ezt nem írtam. Nem mindegy, már tök részeg volt, azért hagytad ott. Hát menj vissza, teker vissza. Nem, mert gyerekekkel beringáztam, úgyhogy ott... Ott csak kevesebb. Nem, ott nem iszom, mert 5 gyerekre kellett vigyázni. Hát, és a rutinból hozod. Az mondjuk igaz. Mindig egy póráz van kötve, alapból mennek körbe-körbe. Alapból megérdem. Jó lesz ez a rovat, én már szeretem. Ja, te az alkoholista, én, aki nem indexel, megint kitaláltunk egy rovatot, ahol mi ebből nagyon jól jövünk. Én érzem, tehát, hogy ennek már van haszna a rovatnak. Tehát a cél nemes volt, hogy válaszolj meg hallgatói kérdéseket, és ebből az lett, hogy... Mi kapunk. A részegem, egy gyerekekkel bringázó, és az autóindexét soha nem használom. Egy hosszú lépés gyerekbicikli! Te mit kész, Garcsika? Az valamiket, hogy lassz a lángos, ez ma már az ötödik. Gyerekbukó, tök új. Képzeld el, hogyha így tollál. Még egy fröccsöt, aztán indulunk. De most lebuktam, mert a baseball sapkát is fröccsöt cseréltünk be, csak a tulaj már nem emlékszik. Úristen, hát milyen lenne, ha így tollál? De az a baj, hogy van ilyen. Gyerünk sorba, tekerjetek! Én ismerek hasonlót. Tehát, hogy én ismerek olyan festőt, aki munka után bement, és úgy jött el, hogy már nem volt nála semmi. Itt a cuccot. Hogy én, de hogy mindent. Tudod, úgy ment haza, hogy ott hagyta a kocsmába. Korongecsetet, pemzli, izé, minden. Hát Soma bicikliét be tudnám cserélni itt arra, mert őt hazaviszem a vázon. Tessék. Na. Ott már meg vagy. Két pluszra cserigem. Na jó. Irány haza gyalog. Apató másik végén mondjuk 15 kilométer. Apa, az nagyon hosszú idő, igen. Na jó, én érzem. Gyerekek. Jó lesz ez. Át kell adni a hallgatóknak a fél órát. Komolyan. Még jöttek jó kérdések egyébként, csak egy-két SMS-ben, hogy nem tudunk megválaszolni. Hogy ha látjátok a pókot, akkor az most kézen vagy lábon? Figyelj, ha ágaskodik, az láb. Ha ágaskodik, akkor lábon van. És a kezével próbálték. Igen, amikor a rák is így csinál, akkor csak próbál megölelni. Az árnyékol. Jó, ez egy jó rovat lesz. Jó, működni fog. Én már ezt látom. Jó? Zsákoljátok be a kérdéseket. Jó?
nem juthat minden jó kérdésre idő. Úgyhogy egy hét múlva nem, de két hét múlva folytatjuk, mert egy hét múlva négy napos ünnep van, és nem vagyunk. Fél tíz múlt, pontosan 5 perccel, egy pici szünet után jövünk, már is a nap legjobb pillanataival. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9 óra múlt 41 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Egy zene után. Egy újabb zene után. Pofa be és táncolj. Ez a dal cím, igen. Igen. Jönnek még kérdések. Te aztán tudsz csajozni, Feri. Ennyi. Pofa be, rázd magad, pofa be és táncolj. Olyan érdekes címeket adnak, nem? Jönnek még jó kérdések. Szerintetek van esélye arra, hogy Zimán Inde összejön gazdag Réte? Van. Van. Nem rossz. Nem rossz. Szellemes, szellemes egyébként. Jó, szeretni fogjuk ezt a rovatot. Két hét múlva folytatjuk, mert hogy ugye egy hét múlva szünet van. De 3 hét múlva folytatjuk, de erről majd később. 4 hét múlva, de erről még nem beszélhetünk. Miskolci Vadaspark. Ez a nap legjobb pillanatai. Találtunk egy apró kis sziket, ami arról szólt, hogy a Vadasparkban felszólítják a pókokat látogató tömegeket, akik ugye elmennek pókot kígyót nézni, hogy ne mondják, hogy ne használják azt a szót, hogy ronda, meg gusztustalan, meg csúnya, hanem használják azt, hogy érdekes, különleges, mert hogy az állatok érzik a feléjük áradó energiát, és ne mondjanak róluk rosszat. Ezt írták egy miskolci állatkertben. Ne csúnyázzák a pókokat, a skorpiókat, a bocsáskákat, és az anakondákat, hanem mondjanak más jelzőket az állatokra. Megvitattuk, hogy kinek milyen állatkertes élménye volt már, és hát kinek milyen, hogy is mondjam, szülőtípus a kedvence az állatkertben. Mert hogy csomó van, ugye? Aki nem ismeri meg az állatot, aki tömi az állatot, aki félrevezeti a saját gyerekét, vagy csak egyszerűen hülye, és nem tudja, hogy melyik ketrec előtt áll. Milyenek vannak. És szó volt a nagy aranyhamisításról is, aztán pedig keveredtünk a kölcsönkéréshez, ugye a kölcsönkérőkre, és arról beszélgettünk, hogy tényleg mindenkinek volt már olyan ember az életében, vagy talán van is, aki kölcsönkért tőle, és nem akarta megadni, kifogásokat talált ki, menekült, nem vette föl a telefon, és hát nem csinált úgy, mint aki szeretné visszaadni ezt az összeget, amit kölcsönkért. De tanulságos volt, nagyon egyébként ez a történet, úgyhogy tényleg csak annyit üzennék Lindának, hogy óvatosan az aranyfedezettel mostanában, Linda, nézes meg valakivel, nehogy rész legyen. Igen, trombita rész. 3:40 lesz, 1 perc, ahol mutatjuk a nap legjobb pillanatait. 8 perc van pontosan, 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Nekem csak tartozásom van. Tényleg? Na, az jó. Tehát hát nem a barátok felé. Tehát nem szoktak megtalálni? Nem. Érdekes módon valahogy azt látják rajta, hogy nem szívesen adok. Vagy az a jó üzeneted van, mert meg se kérdezi. De egyébként nem tudom, tehát hogyha hasonló helyzetbe kerülnék, nem tudom, hogy reagálnék, mert hogy vannak a környezetünk, van egy kollégánk is, nem akarom a Garmin nevét mondani, aki szintén hasonló cipőben jár, és aki egy régi jó barátjával kötött üzletet így módon, és hát tudjátok, mi lett ebből a barátságból. Tehát, hogy nem tudom, hogy mit válaszolnék, vagy hogy lépnék, tehát, hogy ha ez a kérdés felmerül, akkor azt gondolom, ez a barátság, ez itt elment. Mert ha nemet mondok, elmegy, ha adok, akkor meg úgyis az lesz a vége, amiről... Hát a barátság azért nem biztos, hogy elment. Szóval azért a barátoknak szerintem, hát azért egyből azt feltételezi, hogy úgyse adja vissza, hát azért ott egy barátság nem megy el, mert valaki kölcsönkér. Meg van szorulva, bajban van az, hogy 2 hétre adják, 2 hét múlva a takra visszahozza. De, hát, de te egy más minőségről beszélsz, a te barátaidról beszélsz, a Csabinak a barátait viszont nem. Azért az túlzás, hogy attól egy barátság tönkre megy, hát a barát azért van, hogy segítsen. Nem? Hát ha neked van, és megteheted, és nem hiányzik, és kell neki 3000 forint egy hétre, és egy hét volt bekopogtat, és visszaadja, akkor ez azért szerintem attól nem megy. Attól szerintem azért egy barátság nem megy tönkre. Hát kitől tudsz kérni, hanem a barátaidtól. Hát tönkre az akkor megy, ha nem állsz ott időben, vagy nem jelentkezel, vagy akkor már nem fontos az illető, csak akkor, amikor kértél. Nem? Ne, ezért mondom, hogy én nem tudom. Tehát, hogy ezt így mérlegelni hirtelen, és végig gondolni, és ez egy szerintem tök nehéz szituáció. Hát ez egy nehéz, nehéz kérdés, persze. Hívjuk a nap hallgatóját gyorsan, ha mondja, hogy Morning Show kap egy szép kis ajándékcsomagot, aztán Feri mondja még a receptet, és búcsúzunk utána. Hétvége. Morning Show? Te jó vagy! Hello! Szuper! Hello! Hogy hívnak? Ádám. Hello Ádám, hol hallgatsz minket? Na most éppen Ausztriában, Szőlőben dolgozok. Na, Ausztriában, Szőlőben. Volt már Ausztriában, Szőlőben dolgozó hallgatónk. Nem is egy. Nem is egy. Te voltál már köztük?
Én nem, igazából a kollégámmal múltkor játszottatok egy fekete-fehér gyönnemet. Így van, igen, ő is egy másik szörben dolgozott. Ja. És másik Ausztriában dolgozott. Egy másik műsorban. Ez igaz ez a történet, amit írtál? Igen, igaz, igaz. De most már visszaadta, úgyhogy... Csak egy mondatban mondj már, hogy fél évvel adtál neki, oda mentél hozzá, hogy adja vissza 10 000 forintot, és mit mondod? Hát annyit mondod, hogy élj a mának, ne bolygassuk a múltat. Óriási. Zseniális. Imádom. Óriási. Hát igen, ezzel elrendezted, aztán mondtam neki, hogy én is élnék a mának, hogyha lenne miből, úgyhogy jó lenne. És megadta végül? Megadta végül, megadta, így van. Megadta. Így van. Jól van, na, szerettük az SMS, jó duma ez, éjj a mának, ne bolygassuk a múltat. Egy igaz filozófus alkat. Igen. Úgyhogy küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot, jó? Szuper, oké, okay, köszönöm. Köszi, szépen. Hogy minket hallgatsz. Jó hétvégét. Ciao, nektek is. Hello. Na, mi a recept? Kérlek szépen, még grill szezon, ugye ezen a héten nagyon, mert nyár van, meg a jövő héten is, aztán ősszel már csitulnak az ilyen kitlévőségek, és most megkerestek engem azzal, hogy mi van a sajt grillezéssel, mert neki nem sikerül, szétfolyik, nem lesz olyan, és akármi, nem egy különösebben bonyolult dolog, de összeszedtem egy csomó olyan dolgot, ami kell ahhoz, hogy tökéletes grill sajtot csinálj, akár serpenyőbe, akár kint rendes grillsütőn. Nem mascarponéval. Igen, tehát ez egy elég fontos dolog. Mackó sajtot meg tudom grillezni. Meg egyszer, Csabi, igen, de szerintem neked mindegy is, de te meg tudod ott. Jó, úgyhogy olvasd el, tehát grill sajt van, meg hát nyár az ilyen salátás kivéve nálam, ugye, de egyébként én is szoktam ilyet enni, és akkor van egy diós saláta öntet, mert az meg a grill sajthoz nagyon jól megy a dió. Ez jó hangzik. Jó, uh-huh. Tök egyszerű kép van hozzá, meg egy ilyen nagy leírás, hogy hogyan grillezd a sajtot, ha szép grill sajtot akarsz. Tehát egyébként csak mondom, hogy vegetáriánus az egész mostani recept. Érted? Láttam, hogy egy kis gatyába otthon slagozik, és közben félkézzel ott grillezi a sajtot, azért ezt jól, így látom. Jól főz a családra. Nem, csak ezt így látom ezt az élethelyzetet, ahogy ott pipiskedik a kis grillsütője előtt a kertben, és nagyon, nagyon grillezi a sajtot. De azért locsol közben, mert tűzrakási tilalom van, és ő fél. Érted, hogy esetleg tűzre, vagy lángra kap a környező avar. Igen. Mindenhol tűzrakási tilalom, az sehol nem lehet. Hát nem nagyon. Nem. Nem. Akkor hogy grillezzük? Bent, serpenyőben. Igen, nem erdőtűz kell hozzá. Tehát, hogy... Jó. Na, Csabikám, remek zené? Egy fél mondat erejéig csatlakoznék az azonnali kérdések és válaszok fél órájához, hogy mikortól lehet szerintetek valakiből világsztár? Tehát el kell-e érni egy bizonyos kort? Uh-huh. Még mindig reménykedsz? De, igen. Nem, csak van ez a Jasmine Thompson nevű fiatal lány, aki még nincs 15 éves, de már ott van a világhír küszöbén, hogy nem kellene neki várni szerintetek? Vagy hogy mehet már? Mert akkor vár, hogyha én azt mondom, hogy hát nem, figyelj, tudom, Jasmine, amit, szerintem még ne. Ti erről mit gondoltok? Én lesz hozzáértő. Na, ez lesz a neki már hétvége lesz. Abszolút, gyerekek. Na, ezért fogom lejátszani, mert hogy tulajdonképpen neki ezt lehet. Az Ador című klasslágerét ennek a kislányának. Meghallgatjuk, biztos. Csabi, a kiválság műsor 555-55-00, ez a telefonszám. Hétfőn jövünk 6-kor. Szevasztok! Szevasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.